Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Klassz FM-en. 6 óra múlt 14 perccel jó reggelt mindenkinek. Hello Jani! Sziasztok! Hello Feri! Hello! A hét utolsó munkanapja. És nekünk jó ideig az utolsó. Yes. Igen, mert holnap tól kezdődik a szabadságunk, ha lehet ezt mondani. Elvileg ugye hétfőtől, de már mi holnaptól beizítjuk magunkat. Már holnaptól szabadság, úgyhogy az utolsó munkanapunk, gyerekek. Csak aztán elmegyünk egy kicsit pihenni. Hát egy hét azért nem a világ vége. Hát jó az. Na, nagyon jó. Jó. Nem azt mondtam, hogy nem jó, csak hogy nem olyan hosszú. Meg hogy hosszabbra kellett volna menni? Hát. Arra gondolsz, hogy két hétre? Mi csak álmodhatunk, nem lehet nekünk olyat tudod. Igen, egyébként két hétre Szabi még nem is nagyon voltunk, pedig egyszer nem lenne rossz. Te jó lenne. De a gyerkőcöknek is kezdődik egyébként a Szabi. Bizony, utolsó tanítási nap, nem? Bizony, ma van nálunk a ballagás. Anyu megy is termet díszíteni, én is csatlakoztam volna hozzájuk, de ugye véradás van itt hátul, aztán 10 óra magassága, én is majd kifekszem, vagy befekszem, vagy elájulok. Majd egy kis véradás, igen. Igen, most úgy hidratálni fogok egyébként, bőven fogok folyadékot fogyasztani, legalább egy másfél litert addig még letolok, és akkor legyűröm majd ezt a mérföldkövet az életemben. Mikor kezdődik pontosan, mert engem itt már a kolléga zaklatott. Hetes órától kezdve lehet menni, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez egy fontos momentum lehet a mai napjában, mi pedig azt szeretnénk, hogy az legyen, egy 30-40 percet szálljon az életéből annyi, arra. Annyi kell minimum, igen. Hogy jöjjön és adjon vért. Hozzon magával személyigazolványt, vagy esetleg jogosítványt, vagy útlevelet, tajkártyát, meg egy lakcímkártyát, aztán jöjjön és adjon vért, mert az nagyon fontos. Én el is felejtettem, megálltam a kis autómmal, és jön egy ember felém, ilyen jó izmos kar, fülbe, tudod, ez a beszélő, nagyon szigorúan, mikor kezdődik. Ajajajajaj, gondoltad, hogy mit akar? Nagyon megvernek, nem sokára. Hát, igen. Ja, véradásom. Nem én voltam. Gyere, megkérdezzük. Abali később jön, ha vele akarsz beszélni. Jújjújjúj. De aztán megnyugodtam, hogy csak a véradás, vagy hát csak az idéző jeles, és akkor kérte, hogy mondjuk be, hogy hánytól. Tehát akkor 7 órától. 7 órától. Hát most már díszítik itt a kamiont hátul, már hogy nem magát a kamiont, hanem így rakják a dolgokat, ilyen véradás tábla, meg molinó, meg mit tudom én, hétkor pedig kinyit a kis kamion. Menő. Rá kell szállni tényleg vagy órát, durván, 40 percet biztos. Mert ha előtted vannak, mire azokat lesz, hogy fölveszik az adatokat, hát nem ez a 10 perc sorba megszúr, elmegy. Ezt mondjuk el, hogy ne legyen senkinek rémisztő, de utána ez egy jó cselekedet. A napi jó cselekedet. Napi, ez egész heti. Sőt, egyébként szerintem mindenkinek kellene adni legalább egyszer vért az országban, egy évben minimum. És akkor így minden nagyon rendben lenne. Tegnap egyébként a honvédségnél voltak, az egyik egység, egyik alakulat katonái, cirka 120-an mentek el és adtak vért. Mi nem tudunk adni Szabid cserébe, mert ott kaptak. Tényleg? Persze. Kimenőben vagy igen, mi van? Kapnak érte két nap Szabid. De most már, igen, ilyen zsoldosok vannak most már, nem? Vagy hát nem, ezek nem azok. Nem? Nem a Blackwater-es, hogy a fekete szemüveg, és hogy mindenkire lövünk, aki mozog. Nem, ezek szerintem valószínűleg szerződésesek lehettek. Illetve szerződésesek, meg hivatásosak. Csak oké, ez a kettő van. Ott milyen, ha valaki a színeseregben nem adok vér, mert félek. Félek a tűtől. Hátra viszik a sáncra, aztán megcsinálgatják. Katonai törvényszék elé állik. Igen. Még nekem ilyen parám nincsen, se a vér, se a tű, semmi. Tehát, hogy az valahogy se nem. Se a törvényszék. Se a törvényszék, se a villamoszék, tehát ezekkel így valahogy nem. Nem, nekem nem ez egy kisiklott, egy ilyen, mit tudom, 2 évvel ezelőtt körülbelül, amikor szerintem nem készültem fel rá megfelelően, azt hittem, hogy ilyen huszárosan, betyárosan majd megoldom a dolgot, ahogy korábban is, mert korábban többször adtam vért, és egy teljesen normális, természetes tevékenység volt nálam. Aztán mondom, 2 évvel ezelőtt annyira szétcsúsztam véradásnál, hogy azóta egy picit a fóbiámmá vált ez a dolog, és ma ezt a fóbiát magam mögött szeretném hagyni. Csináljuk újra régi akarok lenni. Hogy 10-ig így fél óránként átsétálunk egy varrótűvel a kezünkben előtted, igen, az jó? Igen, és kenjetek be a testeteket vérre. Vagy néha így a Balázs átjön ide és megszúr egy gombos tűvel, nem sziszenek fel. Nem maga a szúrás része volt az, ami problémát jelentett, hanem az, hogy látszik, hogy kevés vér is meglehetősen sűrű csörgédezett az én kis ereimben. És akkor úgy éreztem, hogy a 2,5 deci körül már úgy kezdek így átszenderülni. És akkor így, ez volt a probléma. A legnagyobb fájdalom az volt, hogy ez kicsit beszenderedsz, amikor csúrog a vérlem, igen? Igen, picit beszenderedsz. Érreztem, hogy így kezdem így elveszíteni az erőt a tagjaimból. De most azoknak jó ez a beszélgetés, akik szintén ugye rá vannak erre. És most gondolkoztak, hogy... A hallgatóink fele most már rosszul van a reggeliző asztalnál. Ezért ígyatok és egyetek sokat.
Hát ez inkább pszichész szerintem, tehát van, aki úgy van rosszul, hogy nem is attól, hogy nem eszik, nem iszik, hanem egyszerűen a tű vagy a vérlátványát elájul. Tehát az megélt egy ökröt is, vagy megélt egy ökröt is, az rosszul van. Hát egy ökör után persze. Egy ökör után ki az, aki megszól? Egy fél ökör után is már, egy ökör úszáj után is már rosszul lenni. Ja, gyerekek, tegnap legyűrtem a Dallas maradék részeit, végre volt időm sorozatokat nézni, hát ez... Hát... Úgy fejezték be, gondolom, hogy van folytatás. Úgy fejezték be, hogy elmentek nyári szünetre, és a harmadik év, vagy nyolcadik részénél hagyták abba, hát... akkora siker Amerikában, hogy az valami elképesztő, iszonyatosan nézett, Jockey már nagyon régóta halott, viszont ami ott zajlik South Forkon és mellette és közben, az valami elképesztő. Nagyon durva. Nagyon durva. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudjam, töltse le. Már hogy van olyan televízió, ami ezt adja és nézze meg? Én nem tudom, hogy van-e. Van olyan? Van nem, valaki. Azt ajánlottam, hogy töltsétek le internetre. De nem, szedjétek hanem, hogy van egy televízió, valahonnan. Ami adja, és akkor oda ülsz, és így hetente egyszer. A Dallasról beszélek, meg. Megnéztem. Nézted? Úristen, de jó. Mert Laci tudja, hogy melyik Isten, az a televízió a állomás, ami adja. Ez egy internetes televízió állomáson. Nagyon sok sorozat fönn van, hozzátársítod a feliratod, és szépen letöltöd magadnak. Igen, a Laci is azt mondja ugyanígy, csak hogy kapcsold be a tévét, és nézd ott a sorozatot. Ott én is ott néztem. Megnéztem a letöltött sorozatot a tévén. Jaj, gyerekek, nagyon durván jó. Na, most mondhatnék részlet, nem néztétek, nem? Abszolút el vagytok akadva Dallasban. Tehát nektek még a 83-ban. A 826. rész, Jockey Ewing, és nem tudom, Samantha elvonult, tehát itt vagytok. Kicsit szemcsés kép a Victoria TV-nken otthon. Rendező Leonard Katzman. Legyetek már csendben. Igen, péntek este Leonard Katzman, és mit tudom én, még az öreg Ellie és Jock is ott van még. Nagyjából itt vagytok Dallasban. Ennyi, ugye? Jó, hát akkor nem. Bobby kijön az uhányzóból, na, az volt az utolsó moment. Bemegy. Nem, ez már nagyon nem, itt már a Jockey, meg a Bobby-nak a fia, meg a köré csoportosuló mexikai drogkártel, és gyönyörű nők, gyönyörű autók, és hihetetlen ármány és cselszövés, és mindenkit ki akar nyírni, meg akar ölni, zsarol, fenyeget, börtönbe akar juttatni, leleplező videó, szex videó, minden. Tehát annyi minden van egy rész, én nem tudom, hogy csinálták ezt meg, zseniális. Na, szex is van, hallod? De nem is, akármilyen nők vannak benne. Igen. A gyönyörű nők vannak benne egyébként. Tehát, hogy elképesztően jó. És hát most nem is értem ezt, hogy most miért mentek erre nyári szünetre. Komolyan, hogy én megnézem a kis alkalmazásomat. Hogy mennyit kell szemetek. Várni. Hogy mennyit kell várni, várjál azt, hogy megnézem a TV-n, hogy mennyit kell várni, mert egy alkalmazásom. Azt, hogy 67 nap. Tök jó. 67 nap. Hát már csak 66 nap, 20 óra és 38 perc. Ú, de megnyugodtam. És elindul a harmadik széria 9. része. Őrül. De és rohadt nagy siker, képzeljétek el, az Amerikai Egyesült Államokban. Imádják a kábel TV nézők. Mert ott ugye bekapcsolják a tévét, és ugye hát ott bekapcsolják és megnézik. Mi itt a kebben a kis elhagyatott Kárpát-medencében kénytelenek vagyunk ezt a megjelenés után néhány órával leszedni. De és adják rendes tévében is. Miért nem vagy türelmes? Mit kell ez a mérkeneket halmozni? Én nem tudom, hogy ezt most adja-e valaki. Én tudom, hogy a második évadot az RTL adta, de nem nézték túl sokan. Ki adja most? Ugyanaz az RTL? És a harmadik évadot már, igen? Most indul a harmadik évad. Uh-huh. Újra tudod nézni. Nincs idő megvárni, gyerekek. De ne halmozni, hát, ha valaki fanatikus. Fia, a Jockey nincs benne, és még mindig szövik azokat a szálakat, amikor benne volt. Hát a családi tradíciók, tehát, ugye? Hogy így annyira szövik, és még mindig idézgetik, és még mindig kavar egy kicsit a háttérből, persze már úgy, hogy nem él, de még mindig az ő meghalása körül, és az ő megölése, vagy nem megölése körül vannak a bonyodalmak. Tehát megölték, vagy nem megölték? Hát igen, ez egy jó kérdés, hogy mi történt. Clip Arms, börtönben, szenved. Muszáj volt, gyerekek, muszáj volt. Még moziban is voltam, úgyhogy tegnap áldoztam megnéztem. Megnézted? Megnézted? Megint. Na és mit szólsz hozzá? Tényleg? Rendben van. Igaz? Hát, nagyon rendben én van. Én azt gondolom, hogy Tom filmjét sikerült megnézni moziban. Nem tetszett ez most, hogy 3D volt, mert nem kellett annyira zavart. Tehát vannak az Avatar nagyon 3D-ben, ez nem volt az igazi, nagyon elmélyülős 3D. Tudod, ez egy japán csávó, vagy egy kínai csávó, aki a regényt írt, és abból csinálták ezt, ez egy regényváltozat, és úgy sajnálom, hogy ilyenek nem jönnek el Magyarországra. Ezt annyira elolvastam volna. Hogy egy regényből csinálták meg az új Tom filmet, arról szól, hogy van egy pali, aki minden részt vesz egy háborúba, imádom, földön kívüliek ellen. Nem akar. Nem akar, belekeveredik, majd egyszer csak fölébred.
és megint ugyanazt a napot éli át. És elkezdi kinyomozni, hogy miért ugyanazt a napot éli át. Mormota? Van benne? Picit durvább kiadásban. Igen. Tehát pánkszatori fél nincs benne. Földön kívüli mormota. De nagyon jó a magyarázat, hogy miért éli meg azt a napot, és jó, jó. Szellemes, iszonyatosan látványos, tényleg nincsenek benne üres járatok, nagyon jó. Döbbenet, hogy hol tartanak. Semmi. Filmgyártásban, hogy miket csinálnak. Azt csinálnak semmi. Meg, amit akarnak. Az és egyébként nem is annyira a mozifilmek, hanem tényleg egy picit visszatérve ezekre a sorozatokra. És tényleg azt akartam mondani, hogy azért ez egy hatalmas csapda tud lenni, mert az ember annyira rá tud tekeredni ezekre. Én, aki nem vagyok egy igazi sorozat fan, egyszerre most csak talán négybe vagyok benne. Tényleg? Persze. Tehát, hogy nyilván ott van. Most leálltam. Ott vannak az ilyen akut betegségek, mint a Trónok harca, ugye ott van például a Hannibal is, amit szintén nézek. Most a Penny Dreadful című horror sorozatot, Victor János horrort is folyamatosan nézem. Most letöltöttem egy francia sorozatot, a Visszatérőket, ami szintén egy ilyen viszonylag régebbi, de egy nagyon jó pofa sztori. Arról szól, hogy olyan elhunytök, akiket már korábban elbúcsúztattak, megsirattak, stb. Sorozatról sorozatra, részről részre mindig térnek vissza egy ilyen kis hegyi falucskában, és nem tudják, hogy miért, kik ők, honnan jöttek, illetve tudják, hogy kik ők, csak hát fura nekik, hogy az, aki már egyszer meghalt, az visszajön. Imádom az ilyeneket. És nem egy ilyen zombi, meg nem egy ilyen horror, hanem egy inkább egy ilyen misztikus sorozat. Igen. Aztán most lesz két olyan, ami szerintem biztos, hogy a nyáron hatalmasat fog robbanni, ugye az egyik az a Last Ship, ami egy hihetetlen nagy költségvetésű óriás sorozat lesz, a Föld 80%-a. Elpusztul. Így kezdődik az egész. Már jól indul, imádom. És éjszakon az északi jeges vizeken cirkál egy hadihajó, és ők megbízást kapnak a Pentagontól, hogy derítsék már ki, hogy honnan származik ez a vírus, stb. Óriási lesz valószínűleg, illetve lesz majd egy nagyon jó vámpíros sorozat, a Strain az a címe, ez azért lesz marhára érdekes, mert az első epizódot nem más, mint Guillermo del Toro fogja rendezni, aki egy iszonyatosan jó rendező, és ilyen fantasy vonalon nagyon-nagyon nagyon van mit nézni. Én most leálltam, én most nem nézek Trónok harcát, mert elköltöztünk otthonról egy hónapra, most már visszaköltöztünk. Nem a Trónok harcát. Nem nézem a 24-et, pedig azért, itt van új évad belőle. Azért, mert a hotelben elvitetni a vastront, amiből nézni ami, szokták. Igen, úgyhogy most leálltam, és tegnap azt mondtam, hogy jó, oké, elég a teendőkből, két Dallas és este egy mozi. És ezt sikerült. Aztán neki. Ma tegnap kifolyattam. Aztán düböl elmentem futni még este, úgyhogy. Hova? Futottál? Elmentem hova? Futni. Elkezdek most kicsit. Valahol ott hagytál valami? Nem, most elindul. Na, mivel eladtad? Megint nem indul a Verda? Picit berágtam, úgyhogy. Nem, most nekiállok. De ki a kire rágtál be? A Janira? Nem, magamra, hogy úgy... De hogy tunyál. Na de tényleg? Most heti háromszor teniszem, csak most már kezdtem eltunyulni, úgyhogy most akkor kicsit elkezdek. Mert most egy ilyen három hónap ezelőtt mondtad azt, hogy 4-5 kiló szintiszta izmot szeretnél fölpakolni a testet. Én figyelem. Tehát, hogy most így nézem a dekákat. És mennyit tudtál futni így elsőre? Megnéztem azt a kört, amit biciklivel megyek a gyerekkel, az egy olyan 1-8-2, azt ilyen zokszó nélkül most. És akkor egy ilyet nyomtál, azt egy büszke vagyok. És abban van emelkedő és lejtés, úgy megérkeztem, átmásztam a kerítésem, mert nem voltam kapunyító. Világos. Na. És azt mondtam, már majdnem fighters rán. Igen, eszembe jutott egy kis dombok is. Az 1-8-2 a ház körül dombok, lovarda mellett a tel végig, tök jó ilyen erdős környék, és ez 1-8-2. Tök jó, és mennyi idő alatt? Azt nem néztem. Gondolkozom, hogy van-e iPhone alkalmazás. Leintelem érdekes. Nem, most még csak megnéztem, hogy egyáltalán mi van. Nem kellett el a tempóval. A teljesítés, az, hogy ott vagy, hogy csinálod, az jó, az elég. Menő. Igen, és azt úgy berágtam. Mondom, jó volt, na, kifolyadtuk a szemed, akkor este futás. Fölvettem a cipőt is, tudod, mint Forrest. Na jó, akkor most futok, és elkezdtem futni. És mámától futok. Már a szakállad is nő hozzá. Ő a szakállad, és elmondtam, hogy na jó, hazamegyek. És hátrésztem, és már 20-an futottak mögöttem. Elfáradtam, hazamegyek. Hi. Szólni akar. Igen, elfáradtam, hazamegyek. Úgyhogy azt mondtam, hogy na jó, elég ebből. Ez jó. Úgyhogy most kicsit. Ez kicsit jó. De jó lesz volna, hogy egy pár hónappal ezelőtt ébredsz meg. De akkor miért? Már ezt a hetest hétvégén le tudnám. Igen, mert ugye a hétvégén ugye megyünk, és hatan megyünk, tehát ugye az azt jelenti, hogy mondjuk így a rádiót már elég sokan futnak, két csapatot kellett már szervezni, a hétvégén lesz ugye egy nagyon jó kis váltófutó verseny, nem csak váltófutás lesz, mert lesz egyéni maraton, meg félmaraton is az 56-osok terén, és hát két Klassz FM-es csapat fog indulni, az egyik csapatban ugye ott lesz Orsi, Csabi, Roli, a másikban pedig Juli, Feri és én, Becker Feri. Tehát gyakorlatilag hatan leszünk már ott. Egyre többen képviseljük magunkat, mármint a rádiót az ilyen futóversenyeken, úgyhogy... Jó az.
jó lenne. És jól is esett, és azt mondtad a végén, hogy Bali, ez igen. Az, igen, igen. Nem az én sportom továbbra sem. Kondijavítás szemben, hogy nem fog hosszú távon futni, mert nekem nagyon megviseli az izületeimet. Nekem most az kell, hogy kicsit a teniszhez elkezdjek jobban feljavulni. Még jobb legyél? Kicsit, igen, most elhatároztam, hogy valami erőléti dolgot is csinálni fogok, úgyhogy most kicsit ráállok én is újra a mozgásra. Jobban. De ez nem rossz, csak az nem ad olyan kondit. Na, hét utolsó játékával hogy állunk? 2-1, úgyhogy még egy döntetlen lehet a hétből. Úgy menjünk el, hogy beütjük őket, nem? Világos. Hagyj szenvedjenek egy hétig. Tehát addig játsszuk, amíg nem nyerünk. Ha kell 5 perc, de most addig megyünk. Ne legyen 2-2. Ha esetleg 2-2 lesz, akkor majd szerzünk egy olyan bírót, amilyen tegnap fújt a brazil-horváton, és akkor lehet, hogy nyerünk. Nem láttam, nem is fogom nézni. Olyan volt, arra lejtett a pálya. Igen, érdekes volt. Érdekes volt egy picit a meccs. És rögtön a nyitó meccse befújnak egy olyan 11-est, ami hogy nem a házigazdáknak kedvez, akik már egyébként az elején egy öngóllal sikeresen küldték előre a horvátokat. De az képest egy VB nyitó meccset, mindig ilyen 1-0, ilyen 0-0, ilyen dögunalmas meccsek vannak, ez most egy jó meccs lehetett. Ha legalább ennyi gól volt, mert VB nyitó meccset mindig a legnagyobb szenvedés. Hangulat az volt. Mindig a legnagyobb szenvedés. Az volt. Meg a pályán kívül is sajnos. Hallottam, igen. Engem annyira nem érdekel ez a foci VB gyerekek. Komolyan mondom. Valahogy nem, egyszer nem. Majd a következő, ami majd mi is leszünk. Igen. Igen, majd ma, igen. Már van jegyet, hogy kimegy nézőnek, úgy értem? Már adom is el. Ha lesz egy-egy jó meccs, és átjönnek a barátaim, lehet, hogy megnézem, de hogy így egyébként mennyire, valahogy nem. Teraszon sokan vannak, nagyon jó. Az jó, de neked az jó, jönnek teraszos kis fröccsvány, de hogy valahogy, de pedig egy brazil horvát nem tűnik rossznak elsőre. Tehát így igazi futball sem, de nem hoz lázba. Na mindegy, jó van. Aki szeretne játszani velünk, jelentkezzen. Egy hétig nem vagyunk, úgyhogy utolsó játék lehetőség egy kicsi időre. Jó, SMS számunk változatlan, írjatok, hogy ki játszana velünk, mi pedig jövünk a hírek után. Hello. 9 perc van pontosan, 7 óra, hello mindenkinek. Véradás itt az Üllői út 102-ben, még nincsenek sokan, ezt csak azért mondom, hogy jönnek majd, de nem kell sokat várni, úgyhogy aki ideugrik, az most még egészen könnyedén, nyugodtan tud vért adni. Gyertek, 10-15 perc alatt most megvan, úgyhogy lehet jönni. Most még megvan, néztem. Aztán később már nyilván nem. De hogy hajrá, tényleg mindenki, aki tud, aki és nem. És ha kinéztek egyébként, akkor attól sem kell félni, hogy kint a napsütésbe fogtok ácsorogni. Egyrészt, mert vannak árnyékos helyek az udvaron, másrészt meg most nincs napsütés. Bizonyám. De eltakarjuk, ha az a múlik. Így van. Felmolinózzuk, felhúzzuk. Többen jönnek, kifekszem föléjük. Arrébb fújjuk. Feri kimegy egyik kezével szépen fölétek, nyúl másikkal pedig. Másik az ingemet kibontom. Ja, nem, riaszd el őket. Nem riasztó. Valakinek ez jön be, erre van igény. Már az udvaron elájuljanak a csajok fel. Ez ne akar. De eltakarod a napot, arrébb lököd. Ennyi. Vagy bekapom. Na jó van, megnézzük, hogy ki a ma reggeli játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, szia. Laci, hello! Sziasztok! Laci. Honnan hívsz minket, Laci? Pécerről. Aha, kivel szeretné játszani? Hát a főnökkel, ahogy a Feri mondaná, ha lehet. Jaj, ne. Hát csak simán Balázs inkább. Figyelj. Jó, játszunk, már nincs vesztenivalunk, mert maximum 2-2 lehet, úgyhogy jó. Idegenben jó az X, így van. Hát jó, de itthon vagyunk. igen. Jó van, mehetünk? Persze. Na, Jani? 3, 2, 1, fire! Na, Laci, kérdezel, vagy kérdezek én? Szeretnék kérdezni, ha na, lehet. Akkor kérdezzél, figyelek. Foci VB-vel hogy állt? Kevésbé érdekel, megmondom őszintén. Biztos akkor lesznek jó meccsek, amiket fogok nézni, de kevésbé érdekel idén. A tegnapi meccset azt nézted? Melyiket? A tegnapit? A tegnapit kihagytam. Kihagytad, értem. Te láttad? Természetesen. Jó meccs volt? Mi volt? Nézd, úgy gondolom, hogy Nyitánynak egész tűrhető volt. Nekem a véremben van, 25 éve focizom, tehát... Hol játszol? Jelenleg Gyömrön egy... Gyömrön? Kis pálya? Másodosztály. Kis pálya? Aj! Na mi van? Hát ez... Nem? Órá, tanácskozik. Megbeszél, visszavonul. Ne! Hát...
Kis pálya, nem! Srácok, azért nem mondta ki. Én is ja. vagyok. Csak ő... A Balázzsal. Megijedt és elhallgatott. Most nyilván nekünk kell a pont, és nem akarok a játékosok pártjára. Újra kell játszanom. Semmiképpen nem akarom támogatni a hallgatókat ebben a dologban, de most komolyan nem mondta ki. Igen? Mennyi van még 20 másodperc? Ezt mondta. És utána pedig elhallgatott. Jó, innen indulunk, 20 másodperc indul. Jó? Figyelj, még egyszer. Óra indul, Jani. Na. Tritóban fejöbb. Na, újra indultunk, 20 másodperc. Itt vagy, Laci? Szóval, természetesen itt vagyok. Szakis pálya. Nagy pálya. Nagy pályán játszol. És mit csinálsz? Hát beállítanak a kapuba, hogy azt a pattogós gömbölyt megfogja. Az menő, kapus vagy, az jó. Az jó. Pontosan. Mióta csinálod? 25 éve. Ja, azt mondtad, szereted? Nézd, a véremben van. Gyerekkorom óta ezt csinálom. Már nem tudok róla leszokni. És kimondtam. Igen. Így van, és beviszi, és másodszor is beviszi, és megcsinálja, és szabadja föl, és rámegy a torkára, és meg... Ejj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 j
Szabira, hogy ez ne legyen meg, gyerekek? Hát, én most indulok holnap, úgyhogy reméltem, hogy egy kicsit... Ez 58. másodperc volt egyébként. Tényleg, a legeslegutolsó. De nem mondhatod, hogy most nem voltunk korrektek. Nem. Abszolút nem. Jó. Abszolút nem. Még abszolút nem voltatok. Még láttam a villongást kettőjük között, a Balázs és a Jani között, hogy most az nem volt, vagy nem, de nem volt. De megadtuk, azt mondtuk, jó, Jani azt mondja, nem, menjünk tovább akkor. Laci, jó játék volt nekünk. Nem. Itt vagy. Itt vagy? Itt vagyok, meg itt vagyok. Jó van. Hát az a lényeg, hogy játszottunk. Így van, nézzük a jó oldalát. Így van, és jó nyaralást. Neked is, hova mész? Bibione. Jó, Biblia, az nagyon jó, abszolút. Jó. Minden este én is átfutom. Jól van. Oké, köszi a játékot. Én köszönöm, sziasztok. Jó úton. Na. Gyerekek, nem is örültök, nem is mondtok semmit, nem is tencs is annyi, hogy legalább annyi, nem köszi vagy. Köszi. Vagy nem. Szép volt, vagy semmi, csak ilyen jó, nyertünk, jó. Közhelyes, nem csak úgy örül az ember, hogy üvöltözik, meg hurázik, meg pesgetket, valamikor a sírás folytogatja, és a könnyeit nyeli. Ez egy nagy csata volt, hát nagy most ez egy, volt. Nagy, ez egy jó játék volt. Jó volt, és ráadásul szerintem tényleg korrektek voltunk. Túl korrektek is, igen, de nem érhedi szó az elejét. 3-1, miénk ez a hét is. Gyerekek, úgy megyünk-e Szabira, hogy emészze őket a visszavágási vágy. Legyen ez nekik teher. Hogyha más miatt nem, akkor emiatt várjanak vissza. Várjanak vissza, és az éljen bennük, hogy úgy mentünk el Szabira, hogy még jól el is vertük őket. Az a baj, hogy én már azon gondolkodom, hogy vajon tudjuk folytatni ezt a nyerő szériát. Tudjuk, most jók vagyunk. Rápihenünk, és még jobb lesz. Most tudjuk, most hogy állunk? Hát most a sorozatban ez a negyedik hét. Harmadik, negyedik hét. Ma erősen visszaültünk alóra. Jó, de Szabi alatt mindenképpen jöjjünk majd össze gyakorolni. Persze, hívlak minden reggel 7 előtt 5 perce, jó? Hogy játszunk csörögje, jó? De minden. Akkor mert mi valószínűleg majd akkor már Balázsról együtt lesz, mert mi 17:30 találkozunk majd. Hogy... Mindenképpen. Na jó, van 3 perc, van 7 óra jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A Klassz FM-en. 7 óra múlt 11 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, véradás van az Üllői út 102-ben, jöjjön mindenki. Nem is kell sokat várni, úgyhogy egészen nyugodtan most ez egy 20 perc alatt letudható, majd mondjuk, ha esetleg már torlódna a sor, de ha valaki most ideugrik, beugrik, leadja, akkor megvan a szúrás után körülbelül X idővel. Kitölti a papírt, addig szúrják, eszik, töltik. Itt jön, ott folyik, visszatöltjük, ajándékot adunk, úgyhogy 10:30-ig itt van a Vöröskereszt kamionja, érdemes jönni, mondjuk majd, ha többet kell várni, de most még ez nagyon gyorsan. Így van, egy nagyon fontos és nagyon szép dologról van szó, ne kerüljön senki olyan helyzetbe, de ha olyan helyzetbe kerülünk, ne adj Isten, akkor legyen vér. A pucátokban. Mindenki rászorulhat. Bármikor tényleg a betegek azok, ahogy szokták mondani, nem mennek szabadságra, szükségük van rá. Van még parkoló a híd alatt. Van még a híd alatt is, igen. A Margit híd alatt. És
Ott is lehet parkolni, nem kell sokat várni, úgyhogy véradás van itt az Üllői út 102-ben. Jó? Visszahallgattuk, mert többen írtátok, hogy kimondtam, a leállásban beszélgettünk, és ott volt igen, nem? Az óra elindítása előtt után sikerült kimondani, volt egy szünet, amikor leállítottuk a játékot, akkor valóban kimondtam, de sem az első részében, sem a második részében nem volt. Változtathatatlan ez a 3-1 gyerekek. Igen, bejátszottuk volna, de nincs nagyon mit, mert nem mondtuk ki. Ha kimondtam volna, bejátszottuk volna, és elvettük volna magunktól a pontot. Úgyhogy köszönjük az észrevételeket, de nem volt tiltott szó. Néhányan azt hallották, igen, amikor óra leáll, megbeszéljük, hogy ki mondta, nem mondta, jogos, nem jogos, akkor volt tőlem egy igen, de ott, hogy ott állt az óra. Úgyhogy amikor elindult az óra, akkor nem. Se az első részében a játéknak, se a második részében a játéknak nem volt. Baleset a Star Wars forgatásán, azt hallom a hírekben, majd baleset az M7-esen. Tehát az M7-esen forgatják a filmet, kérdezi Peti. Hát bárcsak itt forgatnák egyébként, milyen jó lenne az. Kicsit a Millennium Falcon megnézni élőben. Az M7 felszálló pálya? Hát volt már az, ugye itt a Bruce Willis Die Hardnál valami, nem tudom mi. Igen, az jó, igen, egy kis leszálló pálya. M2-es Gödnél Pest felé Trafi, ezt Lackó küldte nekünk. És Csorna Trafi Kék Transporter Tommy Boy. Köszönjük szépen. Megvan szokásos még. Transporter, igen. Völgyhídó Letenye felé félpályás útzár, Trafi az M7-esen Pest felé az 51-es kilométernél Reni. Trafi M7-es Pákos, Zsolt küldte Budapest felé, Göt Pest irányába. Mondtam, Siófok és Som között Maci van a Málnácsban. Engem majdnem bemértek. Dávid Hegyes Halomról küldte nekünk. Szépítene a lányom, ha hagynátok. Igen, hát ez már sajnos nem jött össze. Játszik majd valahol máshol. És azt nézem, hogy van-e még valami. Az nem, évezrett a Rafipaxát, hadd meséljem no. nektek nagyon röviden. A Margit híd alatt a budai oldalon, ha kerékpározol, akkor át kell menni egy alagúton. Van a budai rakpartnál egy kerékpárút, és át kell menni. Oda ki van téve a kerékpárosoknak egy sebességkorlátozó tábla. Megoszlalok a vélemények, én nagyon régen nem voltam ott, hogy az most 10 km/h vagy 2, tök mindegy. Tegnap kiállt a rendőrség, és trafipaxozta a bicikliseket. Nem mondod. Nem hiszed el, így volt. Több haverom is belefutott. Megállás. De ez mindennek az alja már. Több elmentél, azt mondták, most még csak figyelmeztetnek, de a következő időszakban, ha oda kiállnak, és ott te több elmész, mint a megengedett sebesség, akkor büntetés is lesz belőle. Mert ki van téve egy nem tudom hány km/h tábla oda a bicikliseknek, ami egyébként betarthatatlan, mert gyalogmész annyival körülbelül, és ott álltak kis készülékkel, ráfókuszálva az arra jövő brigásokra. De miért nem adják a bringásokat békén? Ne menjenek, hogy gyorsan. És mennyivel mehet? Ott van korlátozó tábla? Nem tudom, van korlátozó tábla. A bringa úton, ahogy behajtasz ebbe a kis alagútba, ebbe a kis átjáróba, ott van a korlátozó tábla, és a srácok ott megbújtak valahol. És megvágnak ugyanúgy egy 10-esre, hát most az büntető ponttal? Igen, az volt, hogy tegnap még csak figyelmeztettek, de szerintem mától beszedik az 5000-re. És ha nincs jogsim, hova kapom a büntető pontot? Hát ez az. Vagy kapok egyáltalán büntető pontot? Nem tudom, hogy levonják-e. És a bringával elkövetett tényleg az a büntetőpont? Hát nem tudnak, ha nincs jogsír, akkor nem tudnak büntetőpontot adni. Hát akkor hova teszik a személyét, bekép fekete pontot? Igen. Szerintem azért nem jár egyszerűen csak pénzbírságban. Vagy ha van jogsír, akkor lehet, hogy bevágják. Ezt a hülyeséget. Komoly. Ez maraság, nem? Hát szerintem is. Most az a hagyd döntsem áll ott a kerékpáros, hogy át tud-e menni 10-zel azon az alagúton. Vagy nem tudom, hogy mi van még ott, a gyalogos kiléphet elé azért. Hát lehet, hogy a gyalogos átkelő hely van, és azért korlátozzák a sebességet. Lehet, hogy a hídnak a másik oldalán. Ahogy kirobbansz az alagútnak a másik oldalán. A kerékpárral, hogy a fényre kirobbansz, akkor ott nehogy neki menj valaki. Mint a monakói pályán a Form 1-es, amikor kijönnek az alagútból, és nem látnak semmit hirtelen. Nincs ott egy zebra? Nem tudom. Nem tudom, minden esetre akkor is érdekes, lehet, trafizol. Lehet, hogy azért. Hát igen. Hát, vagy az autósok biztos már sok drága vigyáznak. Biciklit láttak a Teva utca környékén, és akkor azt gondolták, hogy na, akkor ezektől is beled szedni egy pár rugót. 200 ezer? De nem állok meg, nem azonosítanak sehogy. Hát nem tudom, utánad fut. Mit semmit? Hát az a baj, hogy sok esetben már az van, mert ezt ti is nyilván tapasztaltátok, hogy két utcával feljebb ott van a kollega. Aha. De honnan tudja, hogy merre megyek? Onnan például, hogy az, aki kint állt és trafizott, szól neki, hogy... Na de ha ott áll két utcával lejjebb, és én közben lecsűrök az első utcánál hát, jobbra, akkor hogy talál meg? Hát ha látom, hogy ott belefutottam a kamerába, elhagyom a rendőrt, és jobbra le. Hát és a büdös életben nem találnak meg. És akkor elszöktem, azt mondom, nem vettem észre a kamerát. Még akkor üldöznek is. Érdekes, hogy nem vettem észre. Autóval ugye azért észreveszed, hogy megáll egy rendőr, és szól neked, hogy menjél le. De engem letrafiznak bringával, mert én nem futok bele a kollégába, aki egyébként két utcával lejjebb vár, egy nagyon szép kis dagadásra váró, nem tudom, csekkecskével, hogy én azt befizetem, és lecsűrök jobbra, akkor mi van? Soha nem találnak meg, nem? Önbevallást kell akkor tenned.
Hogy milyen hétvégé az évvégi adóbevallásban? Lekevonatom magamról? Igen, és volt egy 5000-es vagy 10-es, és azt sem tudom, mennyi a büntetés, hogy mennyire lehet egy gyors hajtókerékpáros büntetni. Én nem tudom, persze, nyilván, én nem azt mondom, hogy a bringások ne tartsák be a sebességet, meg nem azt mondom, hogy rájuk ez nem vonatkozik, meg hogy zebra van, és akkor ott ne lassuljanak, de azt, hogy a bringásokat már trafizzák, az már az olyan szintű egrecíroztatás, komolyan mondom, hogy erre aztán már tényleg semmi szükség nincs. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hány gyorshajtó okoz valójában balesetet, és kiket kellene igazoltatni az úton, és annak hány százaléka okoz bringával balesetet az úton, hát ez elenyésző. Elenyésző. Tehát bringásokat trafizni, ez már szerintem... De ti vagytok a bringások, mondjatok erre valamit. Hát az, hogy kerékpáros úton szerintem nem, mert az nevetséges. Tehát, hogy a kerékpáros úton nem szokott esélyt versenyezni. Igen, ezért mondom. Ja, tehát, hogy azért nincsen ezzel szerintem. Szerintem ezzel azért lehet mondani, hogy van gond. Azzal szerintem nincsen gond, hogyha mondjuk valamilyen, mit tudom, például az ülőúton lemeszelnek egyet. Mert mondjuk mert a bringás futárok azért szoktak úgy menni, hogy az enyhén szólva balesetveszélyes, meg balesetveszély teremtett. Az ülői úton, az 50 km/h sebességnél én 40-nel megyek, vagy én nem tudok, 30-al megyek, az miért baj? Az attól van a bringás baleset, hogy nem néz szét a bringás, és átvág három sávot. Az azért a sebességgel összefügg. De pontosan azért, mert egyik pillanatra, de igen, nem is annyira túlépésről van szó, hanem arról van szó, hogy hirtelen, érted, a semmiből feltűnik melletted egy bringás, süty, és már ott van melletted, és cikázik az autó között egy olyan sebességgel, ami mondjuk így az autó számára, hogy bennül az autóban, akkor azért ez nem... Ha 50 km/h van az ülőin, és a bringás cikázik, hát akkor nem a sebesség miatt hülye, hanem azért, mert cikázik, nem? Ha te simán én most én autószemszögből közelítem a dolgot, de megvitathatjuk. Tehát, hogy nekem valaki jön és cikázik, de ő nem megy túl gyorsan, csak 40-el egy 50-es táblánál, és amikor rányitok egy ajtót, és ő átesik, hát ő akkor hülye. Mert hogy közel jött az autóhoz, de az nem konkrétan a sebessége miatt van, nem? Hanem mert nem látjuk egymással egyértelműen. Van összefüggés, így van, de hogy akkor vagy azért, mert cikázik, vagy azért, mert nem, vagy azért, mert előrébb akar jutni, vagy mert elviszi az ajtómat, vagy mert nem tudja, hogy nyílni fog az ajtó. Sokkal nehezebb észlelni egy autóval, ez teljesen egyértelmű. Tehát, mondjuk csak a sávban rendesen haladsz, a sáv jobb oldalán, a szélső sávban az ülői mész befelé 40-nel, Az már jó tempó. Az nagyon jó. Az nagyon erős. Kötelező felszerelés a kilométer óra? Nem. Akkor? Tehát, hogy honnan tud, hogy te mennyivel mész? Honnan a büdös életből tudom, hogy mennyivel megy? Ez mondjuk igaz. De most tényleg, ti vagytok a bringások, kötelező vagy nem? Nem kötelező, de azért az esetek nagy százalékában azért már minden bicikli van. Főleg ezeken, akik így ilyen tempóban. De az most az, hogy van vagy nincs, ez opcionális. Az most nem kell rá. Hát akkor mi alapján büntetnek? Akkor vagy tegyék kötelezővé. Én mondom, én nem bringázom. Én most csak fölteszem azon laikus kérdéseket, amit egyébként mindenki föltesz. Én nem bringázom. Vagy tegyék kötelező, és aztán büntessék, vagy ne legyen kötelező, akkor viszont ne büntessenek. Tehát nekem honnan kéne tudnom, hogy én mennyivel megyek? Az alagútban, ahol áthajtasz, a csempék elhaladási sebességéből ki tudod számolni. De ez egy ellentmondás. Tehát ha valakit nem kényszerítenek arra, hogy tudja, hogy mennyivel megy, akkor mi alapján várják el, hogy azt betartsa? Bringások? Jó, veled de vagy. Szerinted ez kizáró ok, hogy nincsen nálad egy olyan eszköz, amivel mérnéd a sebességedet? Tehát akkor ilyen alapon gyakorlatilag bármennyivel mehetsz, mert nincsen kilométer órán? Én mondjuk egy jogkövető bringás vagyok. De nekem nem kötelező a bringáit. És nem tudom, hogy én szabályszegést követek-e, nekem nem tették kötelezővé, és én nem, nekem nincs pénzem kilométer órára. És utána lemetszel egy rendőr, hogy uram, hogy gyorsan ment. Tehát ezt honnan tudom? Tehát honnan tudom, ha engem nem köteleznek arra? Érted? Tudom, és a törvény nem ismerete nem mentesít az alól, tudom persze az ide vonatkozó paragrafusokat, de akkor, tehát akkor mondják azt, hogy legyen kötelező hordani, és akkor utána tudjuk ezt szankcionálni, de valamit nem teszünk kötelezővé, de szankcionáljuk a számomra laikus bringásként, mert hogy én a gyereket fölültettem átra, megyünk egy köt, beérek a szomszédot, már fröccsözünk, de messze nem jutunk, áttekerek a szomszédba általában. Akkor honnan tudom? Tehát akkor mi alapján büntetnek meg? És hogy van ez? Most mondjuk ott egy sokkal többet bringáztok. Ott van egy 5 kilométeres sebesség. Igen, csak nekem van mindegyik biciklimen kerékpáros. Na jó, de tételezzük fel, hogy valaki hobbi bringás, nincs pénze rá, nem vesz meg már, nem érdekli. És nem tudok 40-nel tekerni. Jó, de akkor nem, most nem a 40, hanem 5 kilométeres mondjuk korlátozó van, és te 8-al belefutsz. Az már több mint 50%-os túllépés. Hát igen, Érted? Azt se fogod tudni. Nem, csak mondom, hogy azért is mondtam, hogy ott vicces. Aha. Azt tudom javasolni nektek egyébként, kerékpárosok, ha én gyerekkel bringázom, tehát jönnek a srácok is, akkor az 9,5 km/h sebességre vagyunk mennyi? Képesek, 9,5 az átlagsebességünk, tehát vigyél magaddal mindig egy gyereket, akinek tudod a maximális tempóját, azt lefelezed, akkor 5.
Ez egy jó megoldás. Mindig legyen nálad egy gyerek, és akkor öttel mész. Igen. Tehát aki teker előtted a kis biringával. Ez szerintem ez, vagy mindenkinek tegyük kötelező végén a mérőszerkezetet. De hát ez nem egy teljes. Elkap, akkor mi van? Mondjuk nincs ám lakcímkártya, mert nem kell. Csak személyigazolvány. Hát ott bemondásra. Bemondom a címet? Ugyanúgy, hogy a BKV ellenőr elkap. Olyan ilyet. Vagy akkor megnézik a személyi, lekérnek, és akkor lekérik, és akkor az ott megbüntetnek? Hát hogy büntet meg? Autóval ugye már a rendszámról. Hát a rendszám, meg a forgalmit beszól, megnézi, jogsi érvényes, nem, lekérnek rólad minden adatot. A bringa. A rendszámot a bringákra is. Fölforgatnak minden bringát, vagy elkírja az okmányaidat? Mindig kell, hogy legyen nálam, ugye? Azt igen. Hát egy azonosító okmánynak kellene lennie. Aha. Tehát akkor gyakorlatilag személyigazolványodat szépen odaadod, és akkor arról leolvas az adatokat. A lakcímkártya szerintem nem kötelező, hogy nálad legyen. A bringa számát ezentúl regisztrálnod kell a lakcímmel együtt. Csak hogy bonyolíts magam. És mentesít azzal, hogy azt mondom, uram, nem tudom, hogy mennyivel mentem? Nem tudom. Nem mentesít. Az biztos, hogy nem mentesít. Hát jó. Hát azért, mert te nem tudod, ő tudja. Azért van nála a trafipax. Na de nem kötelező tudnom. De akkor miért nem mondják a rendőrök, hogy tegyen mindenki kötelezőszerűen föl kilométer órát? De hogy? Tehát ezt nem értem, ez nem jut el az agyamig. Hogy ez van? Ez egy picit olyan, mint hogy jogszabályok nem ismerete, nem mentesít azoknak a betartása alól. Aha. Nyilván az van egyébként, hogy kint van mondjuk egy 5 kilométeres tábla, ha 8-al mész át, akkor nem szólnak, de ha 25-tel vagy 20-al, akkor meg igen. Tehát, hogy azt azért minden bringás érzi, hogy most jó, oda tekertem, és megyek egy 25-30-at, vagy pedig lassan szépen átcsorgok például ezen a bizonyos helyen, ott ezen a kis alagúton. Figyelj, hogyha belegondolsz egyébként, az alagútnak ki van írva amúgy, hogy lassítsál le, vagy ilyesmi? Ne, hát akkor sem. Most már komolyan mondom, meg fogom nézni egyébként a Google-ba, hogy ott van-e közvetlenül, remélem, valami új kép van fönt, hogy van-e ott gyalog átkelőhely. Aha. Mondjuk egy 10 km/órával haladó kerékpár az olyan cirka 3 métert tesz meg másodpercenként. Tehát, hogyha adott esetben ott tényleg kilép eléd valaki, vagy ott megindul, akkor simán elnyomod. És 10 km/órával elütni egy gyereket, mondjuk kerékpára, azért az erős. Főleg, hogyha még akkor is, hogyha ha mondjuk valaki kisebb tömegű. Tehát, hát, hogy azért az combos. Persze. Tehát, hogy akkor én azt mondom, hogy ha ott van egy gyalogátkelő helye, akkor jogos is. Aha, nem, hát abszolút, abszolút jogos, csak ezek olyan furcsa dolgok. Én nem tudom, szerintem bringásokat egrecíroztatni az, nem, biztos csinálják ezt más országban, és nekem egy kicsit fura, hogy most akkor most már mérjük őket is. Tehát szerintem itt nem a bringásokkal van a baj. Azon bringásokkal igen, a hajtáspajtások ő félőrültek el, nem mindenki, akik aztán tényleg leverik a tükröt, úgy mennek előre. De ahogy látom, már ezek is inkább robogóznak, vagy én nem tudom, már kevesebb hajtipajtit látok például, bringás hajtipajtit a városban, mintha ezek így eltűnni látszanának. Tehát, hogy bennük meg a motorosokban van egy ilyen két autó között, elmegyek, Arakparton előzök, tehát, hogy ott mindig csinálnak őrültségeket. Abban legalább a bringás annyira benne igen, van, amit te mondasz. Pont elférek, bocs. Tessék? Pont elférek, bocs, nem. Hát meg ugye nem éred utol, tehát most aki leveri a tükröt, nekem nem egyszer verték le a tükröt, mert most állsz a dugóban, nem szállok ki, nem rohanok utána. Nem tudok mit csinálni. Semmit. Ki ugye a lábát tudod, bocs, a tükröm visszahajlott, most vagy letört, vagy nem, valamelyik lifeget, azzal nem nagyon. De nekik legtöbb esetben egyébként azért nincs is jogosítványuk, mondom én ezt, akinek szintén nincs jogosítványa, mert színvakok, hiszen sokszor a pirosat is zöldnek nézni. Há, mert a bringások? Bizonyám. Szélső sávon húsan. Ezt egyébként soha nem értettem bringásként sem. Tehát, hogy? Azt, hogy ez a piros, ez rád is vonatkozik kerékpárosra, de sok esetben azt látod, de rengeteg, komolyan mondom, naponta látok ilyet. Jó, nem jön semmi keresztbe, akkor én átmegyek. Mintha az a közlekedés lámpa rá nem vonatkozna, de vonatkozik. Kérdezi valaki, hogy a tandem biciklin a hátsó ihat alkoholt? Nem lehet. Hát csak ha nem teker. Hát nem ő vezet, de nincs csak ezért a kormány. Igaz, igen, van, csak nem mozdítható. Hát fogalma nincs, hogy merre megy a bringa, ő csak fél és kapaszkodik. És teker. Hát nem lehetek részek, ha nagyon félek. A hátsó lehet részek? Nem, mert leesik. Ja, és akkor kárt okoz másnak. Igen, elé esel egy autósnak, aki elrántja a kormányt, összetöri magát. Nem lehet, ott se tudsz inni. A kis vontatmányban, tudod, a gyerekeknek van ez a két kerekű kis vontató szerkezet, amikor még ilyen két-három évesek hátra tudod ültetni, ezt fölcsattintod a te biciklidre, ha részeg vagy, akkor odaüljél. És akkor annyit tud húzni.
Az mondjuk jó. Az mondjuk jó. Javul már a helyzet? Ez az a bringás leszáll a zebránál, egyébként normálisan viselkedik. Autós bringás nem verekszik össze a rakparton, tehát ez így javul. Elég sokat járok autóval, de mintha talán kicsit normalizálódna a dolog. Nem. Aki le akart szállni, az eddig is leszállt, és áttolta, aki meg nem akart leszállni, az ezután se fog. Tehát, hogy múltkor beszéltünk róla, pont ugye, hogy engem is megállítottak, bár én nem mentem rá a zebrára. A zebrán kötelező szerre le kell szállnod? Igen, és át kell tollod, és egyébként a tegnapi vagy a legutóbbi beszélgetésünk a következményeképpen én például rá is szóltam a nejemre valamelyik nap. Hogy? Hogy szálljál már le a bicikliről, legyél már jogkövető. Leverlek, szálljál. Akkor nem kell leszállnod, ha mellette, a zebra mellett kijelölt kerékpárút van, tehát azon átmehetsz, de a izén nem tudsz átmenni. A zebrán nem lehet. Feri, közben megnéztem, vele párhuzamosan van, rámerőlegesen nincs gyalogálkedője. Aha, tehát akkor nem akadályozza meg a gyalogosokat. Na, Tóth is sem. Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség szeretne megszólalni, adjunk neki lehetőséget. István, hello, jó reggel! Jó reggel, hello. Kívánok! Hallgatod a beszélgetést? Sajnos nem, mert még csak most indultam ki a focihoz, még nem hallottam. De már szóltak, hogy erről beszélünk. Igen, szóltak akkor. Hogy erről beszélünk. Na, most mi a helyzet? Mérnek? Nem mérnek? Vagy most mi történik pontosan? Mérhetnek? Hát elméletileg nem mérhetnek, mivel hogy a kerékpárnak nem kötelező tartozik a kilométer óra, és egy teljesen amatőr kerékpáros nem tudja megalapítani, hogy mennyivel halad. Hát igen, erről beszélgettünk mi is. Akkor azt nézik, hogy leszálltam-e az zebrán, azt fotózzák, vagy akkor mit fotóznak? Az elképzelhető, mert az természetesen szabálytalan, hogy te kerékpárral mész át az zebrán. Úgyhogy azt én valamilyen szinten még üdvözlöm is azt az ötletet, hogy ott azért valamilyen szinten fel kell lépni a kerékpáros ellen, bár én azt mondom, hogy az autós a hibás, aki átengedi, vagy nem is az, hogy átengedi, hanem az, hogy elsőbséget biztosítanak a kerékpárosnak, aki áthalad kerékpáros az ebben. De akkor mit mérnek a rendőrök a kerékpárosnál? Ezt én is megkérdeztem, hogyha nem kötelező a kilométer óra, akkor honnan tudom, hogy mennyivel megyek, vagyis akkor a rendőr mit mér? Hát elméletileg teljesen szabálytalan. Szabálytalan? Szerintem szabálytalan, mert nem mérheti. Mivel hogy te nem tudod azt, hogy mennyivel közlekedsz, elméletileg előírnak egy bizonyos sebességhatárt, azt hiszem 25 km kerékpárúton, és úgy tudom, hogy az új jogszabály szerint pedig kint közlekedhetsz kemény helyi bukóban az országúton, hogyha te azt a sebességet meg tudod haladni. Aha, tehát valahol lehet... Akkor nem kötelező a kerékpárutat használni. Igen, kivéve az autópálya, tehát hiába tudom haladni a 136-ot, nem biztos, hogy szerencsés. Főleg forgalommal szemben. De akkor miért nem léptek valamit? Vagy ti tudjátok, hogy mérnek benneteket? Én nem bringázom, én most tök laikus vagyok ebben, csak én felvetődött bennem ez a kérdés, hogyha nem kötelező, honnan tudom, mennyivel megyek, akkor miért? Tudtad, hogy mérnek? Én van, számomra ez teljesen új, én meg fogom tenni a lépéseket szerintem most a mai nap folyamán, hogy ezt meg tudjuk, hogy ez most pontosan mi történt ezzel a dologgal, mert szerintem ez teljesen szabálytalan. Hát lehet, hogy csak ilyen figyelmeztető jellegű, mert álltak tegnap még bírság nem volt, ott van egy korlátozó tábla, ahogy átmész a Margit híd alatti kis alagúton, és akkor ott méregettek a srácok. És akkor ezt biztos, hogy trafipaxol? Hát szerintem... Nem, földművesek voltak, és nézték a vízszintet. Csak rendőrruhába álltak. Igen. Földművesek rendőrruhába. Igen, és utána megállítottak, hogy elnézést, nem vízszintesen haladt át. Igen. Ez egy fura dolog, most ezen elakadtunk egy kicsit. Na mindegy. Menj már arra, kérdezz már legközelebb, hogy uraim, önök mit mérnek. Tényleg, kérdezz meg. Megpróbálkozunk. Majd most a Ferinek mondtam, hogyha legközelebb látod, akkor szállj le. Igen, mert ő látta a mérőket, hogy szállj le, és kérdeznek, hogy uraim, önök a bringásokat mérik? Igen, miért? Mennyivel lehet itt menni? Honnan tudjam, hogyha nincs? Kérdezz meg a rendőrt, hogy mit mond arra, hogy honnan tudjam, hogy mennyivel megyek, ha nem kötelező kilométer órát szerelni a bringára. Jó, de előtte szabálytalankodhatok, hogy 25-tel haladok át az ötösnél letolt nadrággal. Tényleg kérdezd meg, hát te vagy az, aki most a legtöbbet bringázol, hogy... Nem lehet, hogy az autókat mérték, és csak a kerékpárosok belekerültek a szórásba? Hát azt mondja, Feri, menj már, meg kitakarod a barkaszt. Rákóczi úr, a kerékpárosokat mérjük, de aztán nem behozni adásba. Nem lehet, hogy autósokat mérték? Nem, a kerékpárosokat. Na mindegy. Is javult a helyzet egyébként? Nektek egy kicsit jobban? Így az autós kontra bringás, bicikli utak, egyáltalán valamiféle felzárkózást mutatunk így nálunk kicsit szerencsésebb fejlődésű országokhoz képest? Hát szerintem ez az autós kerékpáros konfliktus, ez mindig meg lesz. Mert hát tudom, azért szerintem a Janit, ha megkérdezed, ő autóba ül, akkor ő is olyan furcsán néz a kerékpárosokra, mint általában mindegyikünk. De viszont a kerékpáron ülünk, akkor teljesen más szabályokat értelmezünk, mint amikor autózunk.
De tudod miért egyébként, amit az előbb is elmondtam, hogy nagyon fura, hogy engem, mint kerékpárost, ugyanannyira idegesítenek azok a kerékpárosok, akiknél azt látom, hogy nem jókövetett magatartást folytatnak. Tehát, hogy az, aki mondjuk így rugalmasan kezeli például a zöld lámpa, sárga, piros fogalmat. Tehát, hogy ott van egy kereszteződés, ott van egy jelzőlámpa, és egyszerűen áthalad rajta, mert azt gondolja, hogy nincsen forgalom keresztbe, akkor én most mehetek. Persze, hogy felidegesíti vele az autósokat. Én haragszom ezekre a kerékpárosokra. És még visszatérve a kerékpárutakra, hogy én azt vettem észre, én Győr-Moson Sopron megyében lakom, és nagyon sok szép új kerékpárutat adtak át, és a helyi újság, a Kisalföld már cikkezett is róla többször, hogy a teljesen új aszfaltból kinőtt a fű. Ja, hát igen, ezek nagyon az az egyik fele, a másik az, hogy nekem veszélyterük ám a kerékpárút, utána kellene olvastatni egy-két kerékpárossal is, meg görgorcsolyással, meg gyalogossal, hogy mi a kerékpárút és mi nem a kerékpárút. Na most már minden ne bajtok, most oda megyek a gyerekkel, sétálok ott egy kicsit, hát most már semmi se jó, hogyha ott vagyunk, ha nem vagyunk, ha autóval vagyunk. Ha kerékpárút, akkor nem sétálhatsz. Hát nyilván persze, nem is szoktam egyébként, nem akarom elüttetni magam. Mondom, hogy a Szegedi úton, ahol mi lakunk, ott ugye az egyik oldalon csak a kerékpárút van, ott rendszeresen mindenki ott sétál, mert nem tud másút menni. Ahhoz át kéne menni a másik oldalra, az út másik oldalára, hogy ott van a járda. Tudod, és akkor ha ő ott lejön a izéről. Na jó, igen. István, köszi, hogy betelefonáltál. Ciao, köszönjük. Köszönöm. Hello, ciao, hello. Hali. Azt írja egy oktató nekünk, hogy mérhet a rendőr, ha van mérő a kerékpáron, hanem ezt mondtuk, igen, hogy most a törvény nem ismerete nem mentesít, persze, lakóterületen 40, utána 50, egy kressz oktató. Persze. Na mindegy, kérdezd meg, csak úgy kíváncsiságból. Jó. Büntetesd már meg magad kísérletből. Tök okos. Jó. Csak hogy mennyi, hogy szólnak, nem szólnak, szigorúak, nem szigorúak. Tudsz menni dízel, Feri? Hát igen, aztán ha nagyon összekapom magam, akkor 8,5. Át tudod lépni a 12 km/h? Hát nagyon beleúzol. Nagyon izzadós, ahhoz kell már lejtő is. És ott 6-szor elmennél előttük, és nem állítanak, és egyre gyorsabb. Hallod, itt vagyok! Mit csinál? Utána egy motorossal húzatnám már magam. Állíts már meg, mit csinál, igen. Hát Felső, mi volt ez? És mi van, ha elfutok 15-tel? Ahogy 10 km/h tábla van. Ott mi van? Megbüntetnek? Gyorsan futok. Hivatásszerűen. Most kérdezem, gyorsan futok. Persze nyilván nem jármű, de ha most egy 10 km/h sebesség korlátozó táblánál átfutok 20-szal. Na? Vérállítanak és megbüntetnek? Hát, igazából... Vagy a futó ember kivétel, a bringás jármű nem kivétel. Uh-huh, valamit vinned kell. Tehát valamivel a hátadon fussál. Vagy hát, hogy járműnek tűnjél, így van. Mert hát önmagában, tehát, hogy attól nem vagyok jármű, attól is válik járművé az ember, hogy valamit azért szállít. Vagy van ott egy szállító eszköz. Mi a szállító eszköz? A cipőd? A cipő, igen. És rakok magamra egy csöngőt. 7:30 volt, pontosan 5 perccel Óven bácsival és Beru nénivel játszhat majd az, aki jelentkezik SMS-ben. Mi pedig jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc, pontosan 8 óra, zajlik a véradás, Üllői út 102, gyertek, nem kell sokat sorba állni, egyelőre a frissek, a nővérek, puhák, illatosak, fehérek, és... És azok is maradnak valószínűleg. És azok is maradnak, senki nem fröcskülünk revére, viszont nem kell sokat várni, úgyhogy ez most egy 20 perc alatt letudható, viszont nagy szükség lenne arra, hogy segítsetek, mindenki kap egy kicsi Morning Show-s, Klassz FM-es relikviát, gyorsan megy, flottul megy, ugorjatok már be, adjatok már egy kis vért. Itt van a vöröskeresztes kamion 10:30-ig, ha sokan vagytok, még talán egy kicsit marad is, ha el akar menni, kiszúrjuk a kerekét, hogy még maradjon. Örülni fog neki a sógorom. Igen, büszke lesz rá, ha ezt megteszünk. De tényleg segítsen mindenki, aki tud, jó? Ha van egy kis időtök, ugorjatok be 20 perc alatt, megtehető, nagyon nagy segítség. Én lemegyek, mert ha én lemegyek, akkor ugye ájulás lesz a vége, igen. Akkor majd ott mindenki legyez, meg segítségét kell, meg újraélesztés, meg ilyesmi, nem akarok fenntartani senkit, jó? Ugorjatok be, tényleg egy 30 perc alatt az egészet letudjátok, most még. Aztán, ha meg majd tömegek állnak az udvarban, már akkor meg majd várni kell. Úgyhogy most értek. Mondjuk, hogy várakozási idő mindig mennyi, most, ha tépsz egy sorszámot, várakozási idő 10 perc, előtted álló fő egy fő. Tehát, hogy most még hál' Isten nyugi van, senki ne gondoljon arra, hogy bejön 8-kor, elmegy 9:30-kor. Nagyon nagy segítség. Ráadásul már nem tudhatja az ember, hogy mikor kell neki majd, vagy az egyik rokonának. Ugye kicsit azt gondoljuk, hogy jó, ez ránk nem vonatkozik, de hogy nem. Tehát bármelyik rokonunk állhat egyszer csak ott, a gyerekek vére van szükség. Úgyhogy mindenki jöjjön, aki tud. Meg lehet állni, kap egy kis ajándékot, adjatok vért. Jó? Segítsünk ezzel mindenki másnak. Azt mondja, hogy gyorsan egy SMS.
hogy... Megint véded az autósokat az SMS-edben fogadni. Nem, ezért akartam mondani. Mi szarházi bringások? Jaj, bocsánat, tehát mi bringások? Dehogy is, nem, mondom. Keresd meg nyugodtan azt az egyet, aki melletted van. De még nem is veszekedtünk. M3-as 204-es kilométer Budapest felé mérnek a huszárok, csak ezt akartam mondani. Jó, ez most már, ahogy látom, a bringásoknak is segítség, mert hogy nem kötelező a kilométer óra, de hát azért ugye hát az a nem ismerete a törvénynek, az nem mentesít. Persze, úgyhogy... hát szerezzél be egyet, lopjál egy másik biciklistől például a Feritől, én ezt javaslom mindenkinek. Nincsen, ne mondd már, hogy nincsen, ne kamuzzál már. A telefonomban van. De biztos, hogy ez a kilométer fetisista vagy. Ez a telefonom jaj, már miért? Már a 30-al megyek, gyorsan lefotózom a iPhone-ommal. Nyilván, egy kézzel, meg magamat szelfizem a bringán. Figyelj, megnéztem egyébként a kedvedért, természetesen úgy, mert igyekeztem utána járni, de egyébként élőben személyesen el fogok menni, meg fogom nézni, hogy miért is volt ez a trafizás. Láttam egy fekete elsolnó árnyékot, az valószínűleg te voltál. Túl gyors. Nem tudták értelmezni. Nem tudták hova tenni. Igen. Megnéztem a táblákat egyébként, és azt mondja, hogy Szentendre felől, hogyha jössz, ott van kirakva három tábla, az egyik ugye arra figyelmeztet, hogy ott lesz egy jelzőlámpa, és egy gyalog átkelőhely, és valószínűleg a gyalog átkelőhely miatt volt ez a kicsit túlreagálás. Igen, hogy aki nem száll le, akkor valószínűleg vagy legalábbis lassítson. Vagy lassítani, igen. Na jól van, Óven bácsival és Beru nénivel játsszuk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Hát, hello, szia! Hello, Feri! Hello, szia, hello, 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 és játszhatok Ehoven bácsi Beru néni. Itt van már a játékos Güzüke. Igen, sziasztok. Hello, így hívjunk? Ez reális? Végül is, teljesen jó. De aranyos, és miről kaptad ezt a becenevet? Milyen tevékenységet végzed úgy, mint a Güzű? Ruházati eladó vagyok. Oh, ja. Igazi neveden? Van ilyen? Kriszti. A Kriszták utálják a Krisztit, a Kriszti utálják a Krisztát, ugye? Hát igen. Tudom. Hát nem is az, hogy utálom, csak úgy nem szeretem. Van néhány név, aki ugrik arra, hogy a neve hogy végződik. Milyen szörű lehet, hogy olyan neved, vagy nem szereted, ha úgy hívnak. Mármint úgy értem, hogy a vége egy íbetű. Ja. Andi, Andrea, Kriszti, Kriszta, ezek ilyen Gyuli, Julianna, ugye? Ilyen, engem ne hívj, én nem vagyok Kriszta, én Kriszti vagyok. Feri, ja? Jani. Na, igen, Feri, Tamás. Igen, tök más. Egyébként én is utálom a Bélának hívnak. Honnan hívtál minket? Budapestre, Zuglóból. Zuglóból. Már a munkahelyeden? Nem, még. Már csak most fogok indulni, ha végeztem veletek. Ez jól hangzott. Ha már végeztél velünk, akkor indulsz a munkahelyedre. Jól van. Van, aki segít, vagy egyedül? Egyedül, sajnos egyedül. De ez az életedre is jellemző? Vagy egyedül? Igen. Akarsz róla beszélni? Igen, segítsünk. Hát, nem, most köszi. Nem? Nagy szakítás a háttérben? Nem, annyira nem volt nagy. Kicsi? Kicsi, meg már jó ideje volt már, vagy fél éve, úgyhogy. Na, fél éve nincs pasid. Uh-huh. Miért? Ronda vagy? Hát, kérdezd meg tőle. Ő hagyott ott, tényleg? Nem, én dobtam ki. Nagyon helyes, megcsalt a rohadék. Így van. Hát, na, és miért ügyesen a válaszolt helyetet a kérdés a barát? Látod, hogy ismeri az embereket? Figyelj, nők hűségesek általában nem mindig, akkor lépnek ki, ha megcsalják őket. Lebukott, uh-huh. vagy bevallotta? Nem, igazából csak kihasznált. Oh. Rájöttem is. Fizikálisan, lelkileg, testileg, mentálisan, mindenhogy? Mindenhogy, igen. Szemétállat megkeresik. Hazudozott össze-vissza, hogy ő így szeret, meg úgy szeret, aztán... Oh. És közben kiderült, hogy... Végén már arról szóltak a dolgok, hogy így 3 óra az ágyban, és akkor szia. Ó, három óra az ágyban, és akkor szia. Ja, és ő mondtad, hogy csak? Ennyit tudsz? Igen. Ez neked igen. Szerelem? Atya Isten. Ja. 3 óra, nekem még alvásból is sok. Bár csak egyszer tudnék 3 órát aludni, nemhogy szexelni. És akkor kiderült, hogy több van neki? Nem, úgy nem volt. Tehát, ilyen szempontból viszont rendes volt, csak az, hogy... Csak arra kellett. Csak arra voltam, igen. Nézd a jó oldalát a dolognak, félem nem volt pasod, a következő iszonyat tűzi játék lesz. Remélem. Bizony. Na jó, van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Figyelek. Ó, látod? Varnak ők is. Igen, így hirtelen egy kombányra emlékeztet a hangja. Igen, régen hallott a kombány. Igen, inkább egy varoda. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Krisztán. Figyelek.
De nem. A rádióban jobban ki lehet hallani, mint így telefonon. Hát, passz. Így nem ugye. Passz. De semmi. Pedig nem, nem nehéz. Mutatjuk, jó? Na. Jaj. Oh. Ah, még kicsit. Nagyon aktuális. Igen, mert moziban vannak, nem is varrodában, nem? Nem olyan, mint egy régi... régi... Ja, lehet, nagyon aktuális egy közelgő koncert miatt. Igen. És remélem, hogy Balázs erre is majd azt mondja, mint tegnap a Európra, hogy de jó lenne akkor meghallgatni tőlük egy számot. Mert már tudom is, hogy mi legyen azért, az. Azért. Nem, de ez, nem a Windows nem, Change. Nem, 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 nem az lesz. Na, Kriszta már viszont közben... lehet, hogy egy hosszabbat lehetnek. Az jó, már el is mondtam a dal címét közben. Csak nem figyeltél, hál' Isten. Mutatunk egy hosszabbat, figyelj. Na, hát, figyelj, lejátszottuk a fél dalt. Na jó, hát igen, ismerős, de így a címe ez nem. Mikor vagy? Mikor születtél? 89. Oh. 89-ben. Hát, ezt tudom kínzás megkérdezni egyébként. Miért kínzom magunkat? 89. Mutatjuk, ez lett volna az eredet, hiszen akkor nem is ismered. A legnagyobb német kamuzenekar. De így ismerettek a címmel. Ugyanaz, mint a Európnál. A legnagyobb rockkamuzenekar. Rockanalfabéta. A bőrgatyás rockerek. A nem is tudom, ilyen. Sem hallottam még. Jó, majd ha Szabi Jorzoló visszajöttünk, akkor egy ilyen Michael Schenker szólót játsz már le nekünk, jó? Mert ja, jó, ugye, bármikor gyerek. A Schenker testvérek, mint a kamuzenészek. Úristen. Hát figyelj, ez a Scorpion zenekar. Scorpions. Igen. Na most megjegyzem, de minek, mikor úgyse fogok többetbe kerülni. Nem, ezt a dalt nem is hallottad soha? Tényleg? De, ismerem, szeretem is, meg hallgattam, és csak így nem, tehát előadók, meg se cím, se, tehát így ezek így nálam nem igazán. Jövő héten élőben meghallgatod őket ingyen a Hősök terén. Bizonyám. Az Omegával karöltve. Na, bum, majd ha ráérek. Hát nem villanyoztunk föl, nem a te korosztályod. Igen. Jól van. Na, szóval jók lehetnek. Bizony, jó. Jók egyébként, tényleg az Omega is jó, abszolút. Küldünk neked, mit küldünk? Semmit, mert hogy nem sikerült kitalálni. Igen. Igen. Így jó hétvégét neked, Kriszti, köszi a játékot. Köszönöm nektek is. Hello, ciao, ciao. Na, valamit a kamuzenekartól? Ne, nem akarom bántani őket. Jó, egyébként, őket szeretem. Egy perc, pontosan 8 óra. Van valami jó pörgős? Pont, igen. Volna, elkapcsolási faktor? Dehogy nem. Mit? Németül nyomják, vagy angolul? Angolul. Ja, Stefan! Így van. Nincs is szebb, nem, nincs is szebb az angol nyelvnél német akcentusra. Ich bin ein Rockman. Mon. Na jó, meglátjuk. Egy perc, 8 óra jönnek a hírek után itt vagyunk is. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt 16 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk, egy jó kis Scorpions. Ez jó. Gyerekek, ez egy jó dal. Egyet hallottál, az összeset hallottad, de nem az a baj, hogy te egyet hallott. Ez is a Wind of Change, és meg vagy a Scorpions 30 éves munkásságával. De jó, ez a kicsit, ez a West Coast soft rock, ilyen nem annyira kemény, nem? Tehát jó, jó kis dal, így reggel, ez itt a Morning Show-ban, ez kiváló. Hát attól függ, hogy te hány órakor hallod, mert neked a kemény az, mondjuk, hogy hívják, über brutál, hörgős, lánccsörgős, véri vós, mondjuk 6 óra 10-kor, igen, de ez... már 8 óra magasságában már odaérsz. Figyelj, kezdem megszokni ezt a 8 óra után egy rockzene, ez kezd, nem tudom, hogy észrevetted, de hogy kezdem beszivárogtatni, igen, és engedni a 8 óra után egy rockzene. És szeretik, imádják, hogy nincs ezzel, biztos, nincs ezzel baj. Fog valamit csak szóval. Ennek ára lesz. Most elkezdtél futni, és lehet, hogy a végén még barátok is lesz. A végén még elkezdünk hasonlítani egymásra. Az M3-oson Debrecen felé a 154-es kilométernél mérnek sampusz.
üzeni. Az 50-es kilométernél Miskolc felé a leállósában kis teherautó szalagkorlátot egyengetett, rendőr már van, üzeni Laci. Az 1-es autópálya M0-ás lejárójánál torlódás van, útjavítás folyik, kamionos Zoli küldte nekünk, 60 szélén a Magyar Benzinkútnál mérik az aszót felé tartókat, Csöpi, a HRM vezér küldte ezt nekünk. A 4-esen KPM készülődik, a 34-es kilométerkőnél Dudu üzente, és két napja trafi a Váci úton befelé a Selkútnál, 50 a megengedett, ezt pedig Timcsi küldte nekünk. Nézzük gyorsan az SMS-eket. Nem is emlékeztem erre a Europe Schlager. Kazi. 8-as hírek után rock, ez így marad, csak mondom. Írja egy hallgató. Aha. Igen, némi fenyegetéssel hang. Így van. Úristen, mekkora zene. Most kapcsoltam be a rádiót, Balázs, nincs. Én is adnék szívesen vért, nem is szoktam, és mindig csak messze vagyok, amúgy már 27-szeres véradó vagyok, és olyan idős, mint Balázs, ez szerintem szép eredmény, nem? Kérdezi Zsuzsi. Ez egy nagyon gyönyörű eredmény, Zsuzsi. Így van. Kint találkoztam most egy olyan srác, aki egy héttel ezelőtt már adott, de szóltak neki most itt a helyszínen, hogy akkor figyelj. Okay. El fog fogyni, sajnos picit nem, pihenjen. Sajnos nem pihenj rá egy kicsit, de mindenki mást várunk. Igen, motorbaleset után 3 adag vért kaptam, azóta rendszeresen járok véradásra. Üzen egy hallgatónk. Ablakgyártó cégnél dolgozom, ez a Scorpion szám rólam szól, Windows Change. Attila küldte nekünk. Jani, ugye tudod, hogy a szabadságod alatt a kőszegi Jurisics vár. Kezdj szépen, Peti, most a másik irányba megyünk. Igen, Peti üzente ezt kőszegre. Most a keleti régióban fogunk portyázni. Aztán egy tök komoly SMS, hello Balázs, Feri és Jani, péntek 13, szerencsétlen napom volt, ma reggel befostam. Aha, jó, hát jó. Szerencsésnek nem mondanám. Várjál, én sem. Folytatódik az SMS, aztán rosszul lettem, de ne nevessetek ki, hallottam ezt a biciklisztolit, régen biciklisztem, lassan én is. Lassan és gyorsan soha nem bírságoltak meg, jó nyaralást. De akkor ez egy komoly reggeli trauma, ami megtörtént, nem? Hogy ma reggel, ugye? Mm-hmm. Ez komolynak tűnik. De a bizalom jele szerintem, hogy megosztotta velünk, és ezt köszönjük. Igen, de tényleg, tényleg drága. Adáson kívül telószámot kérhetném Krisztitől, Józsi vagyok, szingli. Kriszti számát nem adjuk ki, semmilyen hallgató számát nem adjuk ki, ha a Kriszti visszahívja a Julinkat, mert hogy Anna nincs, akkor kiadjuk, de így nem szoktunk hallgatót hallgatóval összekötni. Haverom 60-nal görkorizott le a normafától, ki is vették a sünök. Na, tessék. Görkorizott és megbüntették. Na, jól van, ennyit az SMS-ekről, köszönjük szépen. Mi pedig így ugye a szabadság előtt egy nappal, vagy két nappal, vagy hány nappal, hát holnaptól elindul a mi nyári vakációnk. Fönt van a fönn van a V betű a táblán. Nincs, képzeljétek, nincs, hogy nincs, ezt mondani akartam reggel, hogy a lányomék már nem írták ki. És én nagyon csalódott vagyok, mert ezek régi jó dolgok, ezek kár, hogy így... Na, az a komcsi reklám. Az öreg bajszossal. Ők posztolták a Facebookon, mi? De most kérdezik, nem írták fel. És én tök csalódott vagyok emiatt, mert ez egy olyan jó dolog volt. Tök jó volt ilyen, mint amikor a honvédségnél az ember vágja a centit. Ez visszaszámlálás. Persze, hát az indult az O betűvel, aztán jó áció, káció. Final Countdown, igen. És akkor a végén fölkerült a V betű, és ugye az volt a trükk, hogy elfogyott a végére a színes krétád, és azon ment a háború az osztályon belül, hogy ne írjuk ugyanolyannal a V betűt, amilyen az A betű, meg ne írjuk ugyanannal a K betűt, mint a C betű, hanem mindegyiknek máshogy kellett kinézni, hogy mire vége van, addigra egy színes feliratú vakáció legyen a tábládon. És ezt már nem írják? Nem. Hát milyen diákok ezek? Hát ez hozzátartozott. Nálunk a legszemetebb a magyar tanár volt, aki ezt mindig letörölte. De is törölte? Mondta, igen, mert kell a hely a táblá. Hát ő egy náci volt. Az. Nem, csak Feriek hívvel írták a vakációt. Hát az nem mindegy. Az plusz egy nap. Az vakáció. Bejött, megnéztem. Igen. Miatt már megint. Figyelj. Kiírta egyen. Az a tanár, aki ezt letörli, az rohadék. Hát a szívtelen. Hát az a gyerekekről szól, vagy a tanulásról szól, mint 200 nap az iskolában, most az a 6 nap, amíg ezt fölírják, vagy nem tudom hány betűből áll a vakáció, az kit zavar. Meg nekik azt is letörölni, az, hát nekik is jön a szület, ők még utána bennmaradnak, de ez senki, a tanárok azért elmennek egy 3 hét, egy hónapra, nem? A legtöbb tanár, aki ugye megteheti. Hát nekik még ilyen 2 hét van körülbelül. Hát igen, meg előbb kezdenek. Igen. Augusztus közepén már bemennek, másfél hónap. De van szünet, igen. Na, egy nagyon érdekes videót láttam az interneten, és csak hogy hol tart a nem tudom, a jóslás, és kicsit mi is utána járhatnánk, hogy mit mondanak a hazai jósok, mert hogy egy teknőssel jósoltatták meg, hogy ki nyeri a brazil-horvát meccset. Na. Tehát ugye volt a polip, aki aztán ugye elpusztult, ő egy német polip volt. Póla polip. Nem egy tudom. Opossum Heidi. Igen, nem tudom, hogy csinálták a polippal. A kancsal, emlékeztek biztos. Bancsa volt, igen. De a polip 10-ből 10-szer jól jósolt. Szerintem kamu volt, tehát valami olyan kaját tettek az egyik helyre, amit ő szeret, és olyat, amit nem a másikra. Minden esetre a polip zseniális volt, világhírű lett, elpusztult. Ugye? Aztán igen, ő nem bírta igen. feldolgozni. Saláta lett. Igen. Igen. Egy jó polip saláta lett, igen. Na, most van egy új jós, Big Head a teknős.
Miről kaptál nevét? Tessék? Rólam. Az én barátom. Az én legjobb barátom. Egy brazil teknős, egy hímteknős, és úgy néz ki, hogy ő is sztár lesz, mert hogy vele is megjósoltatják a világbajnokság meccseit, és megjósoltatták a nyitó meccset. Berakták neki a medencéjébe a brazil zászlót és a horvát zászlót. És mind a két zászlóra tettek neki halat, két ugyanolyan halat állítólag. A jóslás lényege pedig annyi volt, hogy vajon a teknős melyik zászlóról eszi le a halat, megjósolja, vagy meg tudja jósolni, hogy melyik kinyeri, melyik nemzet válogatottja nyeri a nyitó meccset. És ő a brazil teknős a brazil zászlót választotta, ami azt jelenti, hogy a teknős vagy megérezte, vagy tudta, nyilván azt a kaját kapta. Ami ugye végül is a meccs kimenete lett, tehát jól tippelt a teknős, mert hogy a brazilok nyertek tegnap a horvátok ellen, hiszen jó kis nyitó meccsem. Hát valószínűleg félt, hogy levet lesz belőle, hogyha nem a hazaiaknak. Igen. És ő egy cserepes teknős. És azt is látták, ahogy kívülről leolvastak a szájáról, hogy a kis szájacskájával szavakat formál, és Igen. De hogy ez csalás, vagy nem csalás? Valakinek akkor nem is, várja, mert valakinek akkor is tudni kell, érted? Tehát, hogyha van két halad, az egyiket te azt szereti a teknős, a másikat nem szereti, neked a jó halat oda kell tenni a brazil zászlóhoz. Tehát valakinek tudnia kellett, hogy a brazilok nyernek. Érted? Igen, értem, mit mondasz. Tehát, hogy igen. Na jó, hát egy brazil-horvátnál erősélyesebb a brazil válogatott. Hát igen. Tippeljen meg mondjuk egy spanyol-brazilt, ha lesz, nem? Aha. Vagy majd tippeljen meg egy német-spanyolt. Vagy tippeljen meg, hogy ki lesz a világbajnok. Az például, igen. Mindenesetre ő a jós, és ő az új jós. És biztos, hogy két hal volt, nem csak a brazil zászlóra tettek egyet? Hogy más, igen, gumihal. Nem, ott volt, ott megnéztem a videót, egyébként tényleg ott van. Tehát a horvát zászlón is van egy hal, és a brazil zászlón. A teknős azt tudja, hogy ő egy teknős. Hát, na, hát ez ugye életem legnagyobb. Ha ezt nem tudja, akkor ugye, akkor labdarúgásról akkor hogy tud. Igen. Ez életem egyik legfontosabb kérdése. Magyarországon mivel kéne jósoltatni? Birkával? Hát annyi... Szürke marhával, vagy pulival. Nem a puli túl okos. Egy szürke marhával. Mi a magyar, amit ismernek sokan, mi egy pupumi, vagy egy puli? Pupumi? Pupumi. Vagy a puni. A puli nagyon sokan ismerik egyébként, én jósoltatnék pulival. De mi az az állat, amire elmész Kambodzsába, akkor tudják, hogy ez egy magyar állat, tessék. Van ilyen? Szürke marha. Szürke marha? Szerintem az egy emblematikus jószág. Kambodzsában szerintem azt sem nem tudják, hogy Magyarország hol van, de... Jó, akkor elmegyünk egy európai Kambodzsában országba. Kambodzsában mindent megfőznek. Érted, ott a pumi is valószínűleg a bográsban, a vokban végezni. Elmegyünk Franciaországba. Miről tudja a francia, hogy az egy magyar állat? Francia libáról és a csigáról. A libáról és a csigáról. Igen. Tudja, hogy csigáról. Nem a libáról gyűjtik. Nem tudja, mert ott csak a ízét, a májat ismeri. A libamájról, igen. A melyik felére esik a libamája, az a csapat nyer. Ha konyha kész a libamára, akkor felismeri a májról. jó kis magyar libamáj. Csigával jó jósoltatni, csak marha lassú. Igen. Hát nem túl szerencsés. Igen. Hát, ha nem kell messzire tenni az erősejtezők alatt. Igen. És a végére oda is ér. Figyeljetek, én gondolkoztam, hogy kit lehetne fölhívni. Annyi magyar jós van, nem? És ők ilyenkor miért nem villognak? Hát ilyenkor mindig mennybe mehetne egy magyar jós, aki meg tudná mondani, hogy mi lesz a világbajnokság kimenetele. Írjuk le, dokumentáljuk, hogy mit mondott hazánk nagy jósa, vagy mit mondtak hazánk nagy jósai, és a végén valaki mennybe megy, valakinek pedig visszavonjuk a működési engedélyét. Nézegettem ilyen napilapot, tessék. Teljesen váratlanul. Na. Megnézzük, hogy akit föl tudunk ütni egy magyar bulvárlapban, napilapban, az meg tudja elmondani. Ezek ilyen üzenetrögzítős, ilyen kamunulat, 90-es számok, hogy valaki van a másik oldalon. Igen, tehát ott van, hogy Ica a jós, ott ül valaki a másik oldalon, most így 8:30 előtt 4 perccel van hát valaki. Én ilyen MLD-as legutóbb az erotikus meséket hallgattam. Na, igen, erre azt mondja, hogy mostanában. 29 év volt írva. Na tessék, itt van egy napilap, kettő. Napilap van, ugye a bulvár kategóriában, itt van egy napilap, tessék. Keressek egy jós? Igen. Bökjél rá egyet. Azt mondja, hogy... Fényképes legyen. Igen. Fényképes legyen. Én csak a fényképes hirdetéseket szoktam nézni. Jó, van egy fénykép. 0-96-03-7, az nem jó, mert ez érett nagy szeretőt keres. De hát próbáljuk meg. Hát azzal az élettapasztalattal szerintem. Igen. Én azért rácsörögnék. Azért ő már látott pár foci VB-t. Mielőtt rácsörgünk egy jósa érett nagyi? Aha.
Most egyébként hívjuk föl érett nagyit. De ez egy üzenetrögzítő, gyerekek. Én nem biztos gondolom, hogy fél kilencet lenne egy érett nagyi a másik oldalon. De várjál, hogyha egy teknős béka meg tudja jósolni, hogy ki fogja a nyitó meccset nyerni, akár egy érett nagyi, aki jóval intelligensebb és komoly élettapasztalata rendelkezik, miért ne tudnám el megmondani? Megkérdezhetjük. Biztos, hogy ott egy automata nem tud téged ott a vonalban így van tartani. De tehát ez arról szól, hogy menjen sokáig a 90-es szám, és egy automata, szia, én vagyok, elkezdesz válaszolni, jaj, dobjál le magadra, és senki nincs a más. Én nem hívtam föl soha ilyet. Igen, ott ül valaki egy érett nagy, hát csak ott van már. Hát szerintem ilyenkor már biztos, hogy kevergeti a szilva lekvárt. Hihetetlen, hogy elindultunk az, hogy hívjunk föl egy jós, Lilla a kártyajós, vagy Ica a fényevő, és azonnal ott van, hogy az érett nagy szeretőt keres. Na mondom, neked érett nagy szeretőt keres, bátra hív, 069. Na, hívjad bátran. Gyerekek, vendégeim vagytok egy 90-es hívásra. Biztos, hogy nem szerelőt keres? Mit? Nem, érett nagy szeretőt. De szeretem. Érett nagy szeretőt keres, tessék, 0690. Mit mondjunk neki? Hát, hogy kezi csókolom. Kezi csókolom, kinyeri a... Hogy szolgál a kedved, kedves egészséged. De akkor nem mondjuk meg, hogy kik vagyunk, hát akkor kérdezzük meg az érett nagyit. Háló, tessék, Olga vagyok. Figyelj, tessék. Kicsőn, hallani? Aha. Kicsit nem benne, igen. Haló? Szerbusz. Automata. Balázs... Bocsánat, igen, én... Az nem, Balázs vagyok. Szia, át neked, Emese, érett nagyi? Mennyire érett? Éregetsz már, igen. Igen. Jól vagy? Unokák? Melyik? Nem az. A igen? De melyik? Hello! Igen! Hello! Szia, jó reggel! Te itt kiszúrtad? Hello! Mi is hárman, te is egyedül. Igen, mi is hárman, te is egyedül. Figyelj, drága, mi Jóst kerestünk, csak rád akadtunk. Igen, mi Jóst, egy Jóst kerestünk, igen. Aki megmondja nek... Erotika vonal. Aha. Az igaz, az a hír, hogy ti úgy tudtok erotika vonalat csinálni egyébként, hogy közben már a krumpli leveshez pucolod az alapanyagot. Aha. Te most hol vagy? Otthon értünk? Tehát ilyenkor ezt te otthon csinálod? Otthon vagy. Aha. Egyedül? Uh-huh. És mi van rajtad? Nem ezért hívtuk. Hát most vágy-e? Ja. Hát ne. De direkt pöttyös, vagy reggel még nem volt pöttyös? És paradicsomleves főztél, és kicsit kifutott. Ja. Aha. És főzöl éppen? Mi lesz a hétvégi menü? Na, mit főz egy érett nagyi? Csirkecon, de jó, drága vagy. Figyelj! Nincs ugyanezen a vonalon, nem ülött melletted valaki, vagy nem tudsz átirányítani minket Valihoz, a fénylátóhoz, vagy Jennyhez, mert egy Jóst keresünk egyébként, csak rád akadtunk, de hogy mi nekünk egy... Hát én tudod? Hát azért hívtam egy érett nagyit, mert annyi... Igen. Akkor nincs... Na, hát ma egy 10 milliószoros nap van, úgyhogy az nagyon jól tetted egyébként. De jó. És mit is érett nagy? Egy buddhista érett nagy. Hát milyen, micsoda megvilágosodás ez, gyerekek, itt a reggeli műsorban. A nagy itt van élő rádió műsorban, igen, drága vagy. Tessék? Igen, hát igen, hát képet még nem lát. Hát, ki lehet itt most a korelnök? Igen. A rádióban. Hat nappal én. Feri bácsi. Most a Feri, igen. Figyelj, érett nagyi, ki nyeri a foci VB-t szerinted? Hát akkor mondd meg nekünk most már, ha nem jutottunk el Icához a fényevőhöz, vagy... Én komolyan megteszem. Na, megtesszük. Már, téteket? Hát mondj valamit, hát most már figyelj, ha ennyi pénzt elköltöttünk az érett nagyira, akkor... Na, Brazília. Nem. Én nem tudom, én tök szerintem vagy a spanyolok, vagy a brazilok. A spanyolok is jó, igen. Figyelj, ez most neked ketyeg legalább, vagy valami céget teszek gazdaggá? Aha. A nagyi. A nagyi. Na jól van, nagyi. Puszilunk akkor téged. Hát mi örülünk?
Vigyázz magadra. Hasznos munkát. Jó? 10 után még a Jani hív, az egy kicsit durvább lesz. Akkor megszámolja, megszámolja. Jó. Jó. Föntről kezdem. Hello, hello. Hello. Gyerekek, írjátok, hogy rossz a hang nálunk, jó? Nem tudom, ezt mind, minden telefonbeszélgetésnél megkapjuk, hogy ki felér... Igen, jó, de hogy nem lehet... Jó, csak nem halk, hitetek a fületeknek. De miért halk? De miért halk, ha csutkán van? Miért halk? Utána nézünk ennek a dolognak. De szerintem inkább nem hittetek a fületeknek. Nem, csak ilyen egy csomó. Jó, van Louis Padrénk, akkor fölhívjuk a hírek után, jó? Ebbe se után ez erőteljes visszalépés lesz. Megkérdezik, Padré hány gomb van, de nincs ezzel baj. Szia, és hogy mit főzött? Figyelj, mondja meg nekünk, Padre, egy rendes napi bulvárlapos Jós, és mondja meg nekünk, mondjuk Frabato. És megnézzük, hogy kinek van igaza. Aha. Nem? Uh-huh. Egy más, ha más beszélgetés, mint az szerintem életlen. Mindenképpen jó. Igen. Ti kinek nektek legjobban? Én hogyha mondjuk MS-e üdvendze. Már MS-e élet tapasztalata engem nagyon-nagyon meggyőz. Az meggyőző volt, de hogy megismert minket? Erre nem számítottam rá, hogy ilyen. Nagyon kis laza volt. Igen. 8:30 volt, pontosan 2 perccel jósoltatunk mindjárt, jó? Jönnek a hírek után itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Klassz FM-en. 8:45 lesz pontosan. Egy perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Hello, Nagyi. Hello, Nagyi. Hello, drága. Hello. Nagyi jó fej volt. Emese iszonyú jó. Emese. Igen, érett Nagyi. Mami. Érett Nagyi volt. Haj. Ugye a foci VB-t próbáljuk megjósoltatni, csak aztán picit volt egy mellékága ennek a dolognak, mert egy bulvár újságot akartunk fölütni, és azt mondja, hogy az első jós, aki ott van, fölhívjuk. Automata, nem automata, mondja meg, mi lesz a foci világbajnokság végkimenetele, csak aztán beleakadtunk Emesébe, az Érett Nagyiba, aki kiderült, hogy otthon van, és egyébként már megfőzött. És már megfőzött, és egyébként igen. Piros gombok vannak a kis ruhácskáján. Igen. Na, várjál, hívjuk akkor először Padrét, jó, megnézzük, hogy elérhető-e. Senki nem tud róla egyébként. Megnézzük, hogy mi a helyzet. És találtam utána még egyet, gyerekek. Ő Imola. Hívott szám nem elérhető. Oh. Abban az esetben, ha ön hozzájárult, saját hívott. Aha. Szabin van? Vagy mi van a Padréval? Elutazod? Basszus, előbb kellett volna hívnunk, szerintem a Frabátot, ő megjósolta volna, hogy nem fogja felvenni. Hogy a Padrét ne hívjuk. Padre. Igen. Na gyerekek, ezt találtam, nézzétek meg. Jó ez nekünk? Tessék. A jóslás, sorselemzés, átokrontás, pénzmágia. Imola. Cigánykártya, Jós, tisztálátó. Uh-huh. Ez innen jó. Már csak egy ugrás, az auraevés, fénylátás, fényevés. A pénzmágia az mit jelent? Bármennyi készpénzt el tud tüntetni? Bármennyi pénzt elégett egy hatalmas cserépkájában neked, igen. Tehát tisztán látja a cigánykártyát, ez jó nekünk, és jósol, ugye? Uh-huh. Akkor ő kell. Imola vagyok, cigánykártya, Jós, tisztálátó, ezen ki belül magas szinten foglalkozom átokrontás és negatív hatás megszüntetésével, siker és pénzmágiával, ártó szellemek elküldésével, angyali segítségnyújtással, ez jó sok tanfolyam. Szeretettel várom minden kedves ügyfél hívását, meg vagyunk. Ezek egy meg vagyunk. És. Igen, és kint van a falon, tudok adni. És kint van a falon, amikor belépsz. A mesterdiploma. Tessék, keressen bízalommal. Skype, telefonszám, hát egy modern Jós. Egy modern Jós. Hát ne hagyjuk, hogy a braziloknak legyen teknőse, a németeknek legyen polipja, bár ugye szegényként meghalt. A Szurikát, aki ilyen volt? Ki volt az opuszum? A Szurikát, az is német volt. Heidi. Találjunk egy magyar embert, aki ugyanúgy nagyjá válhat, mint most ez a brazil Skype-os? Imola Skype királynő. Figyelj, mindenképpen valamelyik olyan elérhetőséget a válaszok, ami nem kerül sokba. Vagy a Skype, vagy Viber nincsen? Viber. De hát nem skipe van most ez a Viber. Gyerekek, már egy 90-es hívásra vendégeim voltatok. Na, ez... Na jó, elmeltette azt a számot. Jó, hát délután lesz. Nyugi, délután nem hagyom aludni. Sziemese. Adásban vagyok, meg most nem. Most nem, mi most van rajta? Mi van rajta? Olyan hangosan. Tessék, Imola. Már lehet, hogy hallja, hogy róla beszélünk, gyerekek. Egy Imola van csak? Hát, ez kérdés. Vedd föl, Imola, ne legyél Padre. Azt mondja, hogy tudtam, hogy hívni fogtok, az jó lesz. Igen, tessék. Imolát keresem, hello. Imola vagyok, hello, Imola, Balázs. A hangodról megismertelek. Na, nem már! Ennyi Imola, hello, ebből? Hát én nincs is annyira rádiós orgánumom, mint a Ferinek vagy a Csabinak. Tehát, hogy így... Aha. Imola, hello, jó reggelt! Sorselemzés, átokrontás, levétel, pénz, mágia? Ez mind. Ez mind? Azon, ki,
szellemekkel foglalkozok, és ezt nagyon komolyan teszem. Szellemekkel? Termeszekkel? Eltávozottakkal, igen. Ja. Ó, hát... Most imádom. Igen? Hát most ezzel igen. Nem akarunk foglalkozni. Mi is magát. Hogy mondod? Hogy imádunk téged, hogy megtaláltunk. Mert annyit csak kézzel, de eljutottunk a... Kihez jutottunk el? MSZ-hez. Várjál, mondom neked, Imola, hát, de hát neked tudnod kell, hogy kihez jutottunk el. Érett nagy szeretőt keres, képzeld el. Hiszen egy oldalon vagytok. És aztán jutottunk el hozzád, hál' Isten. Imola cigánykártya, jó tisztállátó. Igen. Nem rondítottunk bele most valamibe? Nem tartasz valamilyen átoklevételnél? Nem. Internetes jóslást szoktam vezetni. Internetes jóslás. De akkor telefonon keresztül nem is kérdezhetünk? Dehogy is nem. Jó, nyugodtan. Imola, figyelj, nagy akarunk tenni. Megtaláltunk, sok mindenkit hívhattunk volna, téged találtunk meg most. Van a braziloknak egy teknőse, kezd híressé válni. Uh-huh. Nem jó. Van a németeknek a polip, híres lett, már elpusztult. Nyilván a konkurencia igen. Megmérgezte. Így van. Te lehetsz az. Aki most híres lesz. aki nagyjá vált. A brazil teknős José Tortugas nyomdokaiba léphetsz. Figyelj ide. Van ott előtted kártya? Van bizony. Inga kártya minden előttem van. Inga kártya? Inga kártya? Francis nem? Kártya. Na. El tudok valamit mondani. Két fiam van, akik imádják a pocsit. Némileg én is belenyúlok ebbe. Igen? Na, akkor... És vannak megérzéseim, és meg fogtok majd lepődni azon, amit... Állítólag ki fog mutatni a kártya, vagy akár az inga. Hát, tehát nagyon kíváncsiak vagyunk. Jó, akkor először egy bemelegítő kérdés. Ott a kártya? Igen. Jó, figyelj. Ilyenkor meg kell fognod két részre szedni? Nem. Én tudom, az én technikám. Érintsük össze így kör alakba a kezeinket, vagy valami kell? Leocsuk a villanyt, meg egy fekete. Semmi nem kell. Megfoghatnánk egymás kezét, de távol vagytok. Hát Imola, de jó lenne, hogy megfoghatnánk. Kezdesz hasonlít, de nem esélyed. Kezdesz, de átmenni. Imola, jós, akkor egy bemelegítő jóslás, jó? Ki nyeri a brazil-horvátot? Jósold meg először ezt, jó? Értem. Tehát a Brazília és Horvátország játszik együtt. Így van, ki nyeri? Mennyire azt tudjuk? Vagy mondasz valamit? Mennyi lehet? Én azt hiszem, hogy Brazília itt nagyon, tehát akár 3-0-ra is megbeléljük. Aha, de jó. Na, hát ez nagyon jó. Horvátországnak nem igen lesz esélye gólt lőni. Nem is lő gólt Horvátország? Talán egyet. No, hát ez... De jó. De nagyobb esélye lesz, fölényben nyer a Brazília. Én fejezem ki magam. Nagyon jó. Őszintén válaszol egy kérdésre. A fiaid járatják a nemzeti sportot? Hogy a kicsoda? A fiaid olvassák-e a sportot? Ez volt a kérdés. Az egyik fiam focizott hosszú ideig. Ó, szegény. Márhogy úgy értem, hogy igen, és jó focista volt? Aha. Jó focista volt. Az jó? Jó focista. Miért hagyta abba? Lesérült, vagy kiöregedett? Vagy nem. Ő már korosabb, illetve fiatal ember, de hát két gyermeke van, és hát azt tudom, ezáltal. Milyen. Akkor az de ember... nagyon jó focista volt. A másik csak szeretgeti. A labdát. Nyilván. Nem mondom. Vannak elgondolásaim. És mint tisztánlátó, mert az vagyok, most arra koncentrálok, hogy nem szükségszerű, hogy mindig az nyerje, aki nyert. Az sem szükségszerű, hogy az nyerje, akinél játszanak. Tehát nem brazil. Aha, már kicsit összezavartál, nem? Pillanat, szingával fogom megnézni. Fánat, megtévesztettél ezzel a körrel, leestem a lóról. Ne legyél nagyon bonyi, Mola, mert nekem csak 90-es az IQ. Nem bonyolítom én. Nem. Mit csinálsz? Ingázok. Ingával nézem. Mi van rajtad? Ja? Hát most kapaszkodjatok meg, vagy üljetek, nem ültök vele, fogtok ülni. Ülünk. Ak nagyszerű. Na? Egy olyan dolgot mondok. Ne csinálj. Ami meglepő lesz, és én, mint tisztánlátó megérzésemre, most nem a szívemre, nem az eszemre, a tisztánlátásomra hagyjak. A szerbek. Portugália! Cristiano Ronaldo? Soha nem nyertek. Na, tehát Portugália nyeri a világbajnokságot. Jó. Van esély, nagyon nagy esély van nekik. Én ezt érzem, és nagyon komolyan veszem a munkámot. Tévedni emberi dolog, de mint tisztánlátó, én ezt látom, a jó. Portugálokot. 4005-ről 4007-re, vagy 4002-re megy le. Nagyon fontos. Nagyon fontos. Igen. Ha azt mondja, hogy emelkedik, tessék. Akkor veszel. Jó. Emelkedik, vagy esik? Emelkedni fog. Igen? Uh-huh. Igen. Én erre nem mennék. Jó. Akkor az a kurja, az nem jó, mert az az OTP-nek jó. Az OTP-nek jó, neked nem jó. Én nagyon hogy hiszek Imolában, tedd rá minden pénzed. Én azért megvárnám a kurja döntését. Úgy legyen, jó is lenne. Imola, imádunk, szeretünk. Igen? Ja, nem, csak úgy el akartam, ez már a felvezetés. Ez egy kijelentés volt, igen. Nem feltételes. Puszilunk, nagyon köszönjük. Tehát fölírtuk Portugália. Egy valamit hagyd mondjak már el azért, Na. jó?
ha már itt vagyok veletek, ha bárkinek szüksége lehet rám, megtalálod a telefonszámon, bemondhatom? Azt nem tenném. Azt nem, de azt most nem, már nagyon sok olyan. Nem fogod bírni munkával, csak azért. Jó, hívjatok fel, ha gondoljátok, bármikor állok rendelkezésetekre. A másik dolog, én tisztán azt érzem, hogy Portugália. Nem vacilálok. Ez van. Imola, ha valaki érett nagyit keres, akkor is hívhat? Érett nagyi nem vagyok, bár vagyok nagyi. De nem vagy érett. Jó. Nem, még hagy érjek, még nagyon szeretnék érni. Ja, ami azt jelenti, hogy sokáig élni. Puszilunk, imádunk. Portugali? Kicsoda? Cristiano Ronaldo. Nagyon, nagyon. Az nagy tehetség, az egy klasszis. Imola, ott van. És én úgy érzem, hogy ő azonban, meg nem csak ő, a csapat többi tagja is, hogy valóban egyszer érjék már azt, hogy ők legyenek. Nincs az előér, vagy mindig a nyerő nyer. Az nincs. Nem akarsz MLS szóvívő lenni? Olyan hát figyelj, jól. Jobban nyomod, mint a pintér. Köszi, Imola, puszilunk. Nagyon szívesen leszek szóvívő. Igen, Ronaldo nagy klasszis. Okay. És én valóban komolyan veszem azt, amit mondok. Jó, nem, Imola, visszatérünk rá VB után, fölhívunk, és vagy a mennybe mész, vagy megkérdezzük, hogy... Vagy a pokolba. Igen, mi volt a hiba a kártyán? Puszilunk, szia! Köszönjük, ciao, ciao, hello, Imola. Te jó. Ha megismerkedtünk az élet emesével és a hanvas Imolával. Ez tök jó. Gyerekek, annyi mindent akartam még kérdezni. Hogy? Megnyeri-e Roger Hallét, mit dönt a kúria hétfőn? De fontos dolgok van neki. Ha ez most bejön, megvárjuk a VB-nek a végét, akkor utána érted. Nagy kasza, mi? Imolát fölveszem tőzsde tanácsadónak. Biztos vagyok benne, hogy lesz. Előbb-utóbb még saját szponzora is lesz. Imolát a tisztánlátótól vízin szemcsepp támogat. És pénz Portugáliára? Na, gyerekek, nem most már a hétfő jár az esze. Nem nyernek a portugálok, szerintem ez nem jó tép, de most ebben nem menjünk bele. Nem értek annyira a focihoz, de biztos, hogy nem a portugálok nyernek. Jó, oké, hármasugrás, játszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Internetezett, azt írják sokan, hogy ha hallatszott, hallott egy pöttyög? Hát az inga hangja hallatszódott. Így van. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello! Szia! Picúr, hello picúr! Hello! Honnan hívsz minket? Hát jelenleg Dorogon vagyok, de Esztergomban élek. Esztergom. Dorog. Éret vagy hanvas? Ezt ma minden nőnek feltesszük. Igen, ezt ma mindenkitől megkérdezzük, mert beleakadtunk az éret nagy szeretőt keresbe, MS-ében. Igen, hallottam. Hát, nagyon nehéz megmondani, hogy Brazília nyert. Igen. Nem ez. Imádtam volna, ha bemondja, hogy a horvátok nyernek. Én is. Judit, mivel foglalkozol? Én eladó vagyok egy élelmiszerboltban. Eladó vagy. Már ott vagy most mész dolgozni? Most már ott kéne lennem. Csak feltartunk, nem? Tennünk valami közös. Régebben néztem, de most már nem. Kinek drukkoltál régen? Chelsea-nek. Aha. Nem, legalábbis nem klub szinten nyilván. Jól van, mehetünk? Mehetünk. Na figyelj, picur, így szól az első kérdés. Melyik folyónk a fő helyszíne a kérész nevű rovarok évenkénti rajzásának, párosodásának? Tisza. Így van. És mindenki nagyon fura módon, illetve nem nagyon sokan, lenyúlják a kérészek tetemét mostanában, ami egyébként bűncselekmény. De mit csinál, miért baj egy tetemet elvinni? Mi lesz? Mert védett rovarok, így van. De mi a meghaltak? A nemzetek kérdések számít. Így van, halak. Mert hogy az ökoszisztémának a része, a körforgás. Nem lophatsz csak úgy egy kérész tetemet. Mert a gyerekek, elvirágzik 1 millió kérész, abban most elveszek 3-at. És ha még a Feri is 3-at, meg én is 3-at, az már 9. Na, az már csak 999. És mi még nem is lopunk annyit, mint mások. Ügyes vagy, picúr, jól van. Láttál már ilyet élőben? Nem, sajnos. Gyönyörű. És nagyon érdekes, és nagyon mély. Remélem, egyszer lehet. De hogy benne van a megszületés, az élés, a virágzás, az öregedés, az elmúlás. Egy nap alatt benne van minden, amit az ember itt megél 89 év alatt. Ez komoly. Így van, nem mindenki éli meg úgy, mint Balázs, aki a spiritualizmusnak egy híve, hanem oda megy mondjuk egy horgász. Ez anyád, nézd már, mekkora rohadt nagy Jó lesz ez Csalinak. Tényleg szép egyébként, elgondolkodtató. Na jó van, dedikált egér alátétért menjünk. Tovább, picur? Menjünk. Így szól a második kérdés. Melyik országban található Kovászna megye? Anyu? Szép ország, de nem. Ott van anyu, mi?
Igen. Anyu érett vagy hamvas? Tényleg, Romániában. Anyu. Románia, így van. Köszi, anyu. Köszi, anyu. Igen, ő mondta. Ő súgott. Anyu, anyu hamvas? Nem. Nem, érett. Érett. Jól van, mehetünk tovább, harmadik kérdés. Hát, így szól a harmadik kérdés, dedikált Morning Show-s óráért. Melyik filmben alakította a testet öltött halált Brad Pitt? Ördög ügyvédje. Nem, az, nem is játszott. Ördög ügyvédje az Al Pacino, Keanu Reeves, az egy tök más film. Tényleg. Az ördög maga abban játszik, de abban viszont Harrison Ford játszik, és Brad Pitt. De... És egy ír terroristát játszik benne, tehát nem. Így van, tehát itt kevertett kicsit a dolgokat. Ez a eljött Joe Black. Ez egy nagyon szép film. És láttad anyám, is. És az egyik kedvence. Így van, Anthony Hopkins, ugye, egy nagyon szép nő, akinek sose tudom a nevét, de gyönyörű, meg Brad Pitt. Igen, én sem tudom megegyezni neki a nevét. Rita Faltoiano. Figyelj! Na minden, segít neki! Nem. Mondd, hogy villog. A kutya fáj, nem. Villog, csak a piros, ugye, ami nem. Igen. A fenében. Judit nem. Ez most nem. Sajnos nem. Sajnos nem. De beszéltünk, nekünk jó volt. Igen, nekem is. Úgyhogy most hittem először SMS-t egész. Komolyan? Igen. Na, hát ez másoknak évekig nem sikerül, szerencsés vagy. Judit, jó hétvégét neked, köszi. Köszi szépen, sziasztok. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Jöjjön mindenki vért adni, jó? Itt van a kamion 11 óra 30-ig. Gyertek, adjatok vért. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 17 perc. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az M0-áson az érdi kiárat előtt az M5-ös felé két sávra szűkül az út. Belső sávkorlát javítás miatt zárva 500 méteren, ezt Massa üzente nekünk. Fehérváron a Nagyszombat úton Trafipax Zoli 2. küldte nekünk, Sátoraljaújhely, Tokaj, Nyíregyháza, tiszta, hatóságmentes, üzente Petya. Aztán Győrben egy úriember a Szigeti úton a kis Tesco-nál mesztelenkedik részegen, ezt Pisti üzeni nekünk. Morgan, 4-es út, 182-es, 183-as Kavics között, Trafi, Budapest felé, Jäger Meister üzeni ezt nekünk. Gyerekek, adtam, mi ez a sárga izé, mert a szatyor felismerhető. Már kérdezi egy véradónk, vért? Egy véradónk, így van. Az egy ilyen kis frisbee. Frisbee, ki kell nyitni. Kihúzod a balatokból, és kiugrik arra a méretre, amivel már lehet dobálózni. Dobálóz, főleg a vizes, akkor kicsit nehezebb is, igen. Aztán, amikor össze akarod újra csomagolni, akkor a két oldalát így összecsipmeted az ujjaidra, és megcsavarod, és aztán szépen vissza lehet pakolni. Így van. Ennyi. Ezt adjuk itt ajánlni be a véradóinknak. Én is készülök. Ennyi vizet életemben nem ittam. Durva vagyok, mint Rózsa György. Most már egy litert megittam ásványvízből, és most még jön egy fél liter. Tudod, mi lesz? Fölfekszik, beszűrek a tűt, és maga alá vizel. Biztos. Igen. És közben elájul. Jaj, Istenem, bocsánat. Nagyon fáj, nagyon fáj. Életemben egyszer adtam vért, de elájultam, és vissza kellett pótolni. Szép. Ilyen, tök komolyan írt egy hallgató. Ugye beszéltünk a kérészekről, mi az abszolút pech, kérdezi valaki, ha a kérésznek rossz napja van. Az nem. Mondjuk tényleg az. Igen, Peti, köszönjük. Balázs nagyon gyanús, hogy az összes 90 számon elérhető hölgy hangról megismeri, hát, nem? Igen. Ugye? Ezen egyébként el kell gondolkodni. Egyébként ez tényleg MS-e is kiszúrt, Imola is kiszúrt. Imola nem volt 90-es. MS-e 90-es volt. Igen. Engem. Igen. Imola egy picit fiatalabb, ő a hamva. Igen. Balázs nekem egy tücsök jósolt, és Horvátországot hozta ki. Még reménykedem. Gábor küldte nekünk. Gyerekek, Portugália annyira esélytelen, hogy 28-szoros az otca. Írják meg nekünk többen. Na pont ezért lesz. Azért, ma jó.
Így van. Jó volt Imola. Ott találkoznak a Forma 1 nagyjai. Imolában. Egy hallgató. Látja Isten. Tele vagyunk humoros hallgatókkal. Na jó van, jövő héten mi Szabira megyünk, és kicsit rákészülünk erre a szabadságra, mert hogy itt a nyár mindenki hidegen, felhevült testtel veti bele magát a Balaton vizébe, vagy a Tiszató vizébe, ne adj Isten egy-két alkoholos itallal turbosít, de ekkor majd a három életmentő, Jani, Bali, Feri, a három ország tájékban, ahova megyünk, mert szétrepülünk, ugye? Így van. A Szélrózsa minden irányában. Nem én Miskolc környékén leszek, tehát ha Balatonnál valakit esetleg baleset érne, az egy picit várjon türelemmel. Igen, ott vagyok én viszont, úgyhogy Feri pedig lefedi a velencei tavat. Tessék! Így na, a gyerekek meg vagyunk. Ha keresztbe fekszik. És igen. Egy nagyon egyszerű technikát szeretnénk megmutatni mindenkinek, ha valaki esetleg, ne agyisten, ilyen élethelyzetségével könnyebben mennek át azok az információk, az a néhány dolog, amit ha mindenki elsajátít, akkor esetleg, ne agyisten, is tényleg ilyen élethelyzetben van, akkor tud segíteni, mert hogy állítólagosan egy-két dalnak az ütemét kell neked megtanulni, vagy több dal, több olyan dal, aminek ugyanaz az üteme. És ha az rögzült, és te azt memorizáltad, és az annak a ritmusa megvan, akkor már csak szakszerűen kell az illetőhöz oda menni, és ahelyett, hogy segítséget hívnál, telefonon szórakoznál, diszpécserrel beszélgetnél, miközben az illető rosszul van, oda mész, és profiként. Azt mondod, hallottam a Morning Show-ba, állj, limuzin sofőr vagyok, jövök, segítek. Csak össze ne keverjétek a zenéket, jaj, úgy élvezem én a strandot, megnyire szépen, hosszia! Igen, egy jó children bodom remélem van benne. Na, vendégeink vannak, Mészáros Zalán, hello Zalán, jó reggelt! Ajajajajaj. Na, akkor egy kicsit közelebb mindenki. Attól az nem, attól az jó, jobb lesz, igen. Zalán Hera. Az kifújva. Az nem. Valamelyikötöknek van nagy mennyiség a hangám tömése, mert lehet, hogy ez zavar. Igen. És Peti, hello Peti, jó reggelt. Kívánunk egy mikrofonban. Hello, úgy, sziasztok, jó reggelt. Jó, hogy itt lehetünk. Na, igen, micsoda vitalitás, micsoda. Hello. Tanulj meg újra éleszteni egy labdával, ez a neve, tehát már nyilván nem így hívnak, hogy labda is tanulj, de hogy, hogy ez maga a szervezet neve, vagy ez van nekem ideírva. Hát nem, akkor nem, ki van rúgva. Szerintem nyugodtan rúgjátok ki. Figyeljetek, ez egy program, a Te vagy a hős programja, hősöket fogunk gyártani, és megtanítjuk az embereket újraéleszteni. Nem kell más hozzá, gumilabda, bátorság, és ezt képviseljük abszolút ebbe a programba. De a gumilabda csak addig, amíg tanulunk, tehát ha már valaki bajban van, dobjuk el a gumilabdát. Ne a gumilabdát nyomkodjátok, akkor majd a mellkas kell nyomkodni. Aha, ez egy fontos dolog, igen. Mert gumilabda minden strandon van, de hát ugye azért az nem biztos, hogy azon tanulunk. Mondjad, Peti? Nem csak minden strandon, minden lakásban. Egyszerűen a gyerek labdáját előkotrod, beteszed a zenét, és nyomod, gyakorolsz rajta, mire élesbe oda kerülsz, akkor tud alkalmazni. Ez tök jó. Nálunk ott van gumilabda, annak idején én ismerkedtem kocsisoron is, tehát bátor is vagyok, úgyhogy... És ez tényleg arról szól, hogy az ember megtanul egy számot, aminek egy adott BPM száma van, tehát egy bizonyos ütemet, ha elsajátítunk, akkor utána ezt tudni kell, vagy utána ezt tudni fogjuk. Igen, igen, a százas ritmust kell nyomni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok ilyen zene van, meg is lehet őket találni a neten, mi is tettünk rá egy honlapot, ahol megtaláljátok, és lehetünk hősök. De jó, az oké, hogy lehetünk hősök, de valakinek rossz a ritmus érzéke, és még tudja, hogy neki az akkor ő inkább ne is mentsen életet? De az, hogy gyerekek rossz a ritmus érzéke, ne inkább ez egy, figyelj, meg kell tanulni ezt az egész dolgot. Ennek van egy folyamata. Tehát nem úgy van, hogy oda megyek, aztán nyomkodom a mellkast, azért érdemes egy kicsit megvizsgálni a beteget. Hát meg fontos, hogy bajban legyen, gondolom, ugye? Tehát, hogyha oda megyek, és nyomkodom, és fölkészállja rólam, az nem biztos, hogy megmutatjuk. Mondjuk Jani rosszul érzi magát. Nagyon jó, hogy ha igazi hős vagy, szájból szájba lélegeztetéssel kezdesz. Most ez nagyon hogy óvatosan. Jani, mondjuk elájul. Jani elájul. Azt látod, hogy összeesett. Figyelj, a Jani, ez egy pont egy óra múlva meg is történik, mert hogy megy vért adni. Persze. Erre minden esély van. Akkor készüljünk fel rá. Álljunk már el. Oké, álljunk. Elájul. Alap megkérdezem, hogy mi van veled, barátom? Ha nem válaszol, azt mondja, hogy így szeretek aludni, menj a francba, akkor elmegyek a francba. Nem vagyok a barátom. De ha azt mondja, hogy ezért, akkor lehúzom kemény alapra. Igen? Várj, Peti, várj! Leveszitek a földre. Csak mondom, hogy közben mi történik. Peti, mint egy ilyen hatdanos aikido meccset, fölkapta Jani kis 40 kilócskáját, és szinte hozzávágta a falhoz, lefektette a stúdióban. Most jön a csók, Jani, vigyázz. És akkor most figyeljetek, most jön a lényeg. Ellenőrizni kell, hogy veszi a levegőt, vagy nem veszi a levegőt. Van két toll, amivel el tudjuk sajátítani ezt a műveletet, hogyha
Ha megnézitek, figyelj, az egyik Mária, a szájorgaratnak a tengelye. Ugye ez, hogyha megnézitek, ez egy közös tér gyakorlatilag a szájorgarat tenger, most a szájorgarat tér. Ugye ezt hogy érezhetitek? Hogyha hánytok, akkor az orrotokból ki kell fújni, hogy a kenyérdarabkát, a borsot. Hát ez nagyon szép. Nagyon plastikus és nagyon jó. Igen, jó, közel a mikrofon. Közel a mikrofon. Nem még olyat, hogy a répa nincs a hányadékból, úgyhogy már bennük felmerült, hogy az ember gyomra tényleg répa termelő. Tehát megfogjátok, és utána van egy másik sík, ami gyakorlatilag a légcsőnek a tengelye. Ha én hátra szegem a betegnek a fejét, tehát hátrahajtom, akkor ez a tengely elhajlik hátrafele, a légcsőnek a tengelye felemelkedik, a nyelvcsont elemeli a nyelvet, és csinálunk egy közös csövet. Tehát az emberekben az maradjon meg, hogy hátra szegjük a fejet, közös cső készítése, és utána nézzük meg a légzését. Uh-huh. Nézzétek, hogy csinálja a Péter? Látjuk. Uh-huh. Mindjárt megcsókolt. 20-ig? Miért 20-ig? 20-ig? 10 másodpercet írnak a tankönyvben. Igen, 10 másodpercet. Várjál, Peti, te csak csináld, nagyon tetszik, hogy ennyire hősök vagytok, csak várjátok egy kicsit, tehát Zalán beszél, Peti csinálja, mert Peti belőled nem hallunk semmit. Azt imádom, hogy Jani becsukta a szemét, nézd. Tehát... Ha veszi a levegőt, így hagyom a fejét. Aha. Nem, várjál, Peti. Mert nem halljuk. Zalán beszél. Akkor én mondom, figyeljetek, ha nem veszi a levegőt, akkor az betegünk halott. Hiszen úgy történik, hirtelen szívhaláról fogunk beszélni, hogy először mindig a keringés áll le, majd utána le fog állni a betegnek a légzése. Hogy megfogjátok a kezeteket, előre teszitek, és ilyenkor kell, hogy vegyünk elő egy gumilabdát. Tegyétek egymásra a tenyereket, emeljétek így fel. Ez mint valami kollektív általános iskolai testnevelés. Így van, igen. És utána ráteszitek a mellkasnak a közepére. Igen. És itt ilyenkor fogjátok, 5 centit lenyomjátok a mellkas, tehát 5 centi mélyen, és egy százas frekvenciával. Ne rögtön a mentőt kezdjétek el hívni, te úristen, hogy hol van a mentő hívószám, nem fog eszünkbe jutni. Mert abból induljunk ki, hogy mi figyeljetek, bepánikolunk. Nem fog eszetekbe jutni a 104. Ez eszünkbe nem fog jutni? Hogyha eszetekbe jut, akkor nagyon frankó, beütitek a telefonba, de hozzá, hogy kétszer indítjátok el piros gombbal a hívást. Olyan izgalom van. Jó és vagy, Jani? Meg vagy, fölébredtél? Köszönöm meg szépen. Újra milyen volt a szájból-szájból lélegeztetés? Hát, én picit jobban kavarok. Peti nem az a virtuóz típus? Peti nem virtuóz? Lassú? Kiváros? Lassú kiváros? Igen, lassú körülményes. Lassú körülményes kiváros. Azért, mert majd soha nem térünk rá a lényeg. Igyekszünk rávenni az embereket, hogy nem kell lélegeztetni, csak nyomni a mellkas, de azt nagyon határozottan, félelmünket legyőzve nyomni. Várjatok el, egy csomó helyen azt hallja az ember, hogy fogjam be az orrát, nézze meg, hogy el van egy dugulva, lélegeztessem szájból, szájba, ezt tanítják az első segélyi vizsgán, a műszaki legalábbis, én még így gézlap, rátesz, léleg, most azt ne csináljuk? Ne csinálj, aki tudja, lélegeztessen. Aha. Aki tud és profi, az lélegeztessen. Abból induljatok ki, ott fekszik az édesanyád, édesapád, gyereked. Mit fogsz csinálni? A mentőhívószáma nem jut eszedbe, és éppen ezért egy olyan technikát találtunk ki, igen, ami gondolkodás nélküli cselekvéssort ad az embernek. Aha. Abszolút. Tehát, hogy ne gondolkodjunk. Menjünk oda, ahogy a Péter is mutatta, Jani, nyomjátok le a vállát, reagál, akkor semmi gond nincs, nem reagál, közös cső készítése, hátra szegitek a fejét, és nézzétek a légzését. Számoljatok el 20-ig magatokba. Uh-huh. Azért kell 20-ig számolni, mert egyébként hivatalosan 10 másodperc. Na de ott fekszik a gyereket, figyeljetek, egy másodpercet fél órának fogtok megérni. Ez biztos. Persze. És akkor számoljatok el 20-ig, amúgy is dolgozik bennünk az adrenalin, mint az őrült. Elszámoltok 20-ig, nem vette a levegőt, azonnali mellkas kompresszió. Aha. És elkezditek a nyomni a mellkast. Mi hoztunk egy labda. Igen. A labda nagyon klassz dolog, az a gyakorlásra van. Otthon pöttyös labda, itt van, elhoztuk, megnézhetitek egy ilyen labdán, gyönyörű. Otthon simán tudtok gyakorolni. Nem kell hozzá különösebb baba, a babában egyébként csak egy spirálrugó van, tehát ez a labda legalább ebben levegő van, sokkal hatásosabb nyomni. Aha. Meg kell próbálnotok, már is valamelyik ötök kilép onnan. Tessék. Tedd össze a kezed, és nyomd. Ezt tettem, nem már. Nézd meg a sarkazós elemet, nézd meg. Jó, indítsuk el a zenét, jó? Mindenkiben a BPM számot legyen, ez a legfontosabb. Ugye? Így van, a százas frekvencia abszolút. A százas frekvencia, találunk el egy olyan dalt, aminek százas a frekvenciája. Nem mondjuk frekvenciát. Nem, BPM, BPM, BPM. Maradjunk az ütemben, BPM, BPM. A... Peti fújja már a labdát, amit nem tudunk. Peti már kéne, hogy hallom. Kicsit a tüdőt, de baj, mert én leállnék a dohányzással, Peti. Peti közben fölfújt egy gumilabdát. Megmutatjuk jó. Akkor, hogy mi a százas BPM-es dal. Körülbelül. Tehát mi az ütem. Jó, figyelj. Ne fújjál. Ne fújjál. Ne fújjál. Ha tudsz, azt mondjátok, fújjál. Nem fújjál. Ne fújjál, nyomd a mellkast. Itt a bátorság kell, semmi más. Itt az a legnagyobb probléma, és azért kell nektek ezt megoldani, és mindenkinek megoldani, mert azért
nem szeretnék így az agyhaláról beszélni, 4 percünk van, hogy tudjunk újraéleszteni. Szerintetek mentő kiérkezik 4 perc alatt? Nyilván nem. Nyilván nem, csak én úgy tudtam, hogy nyomok, fújok. Legalábbis én így csinálom. Tehát valamennyit nyomok, valamennyit fújok. A filmekben van az, hogy odamész, rányomsz 5-6-ot a mellkasra, köhög 2-t, majd csókolóztok. A B-bácsba. Ilyet láthattatok. De egyébként máshol nem. Az a lényeg az egésznek, merjetek oda menni, csak bátorság kell hozzá, semmi más. Ráteszed a kezedet, elkezded nyomni a mellkast. Én a szakmailag nem mennék bele ennek a magyarázatába. A világon már sehol egyébként ráléphettek a YouTube-ra, ott ránéztek az Amerikai Újraélesztő Társaság ajánlására, az angolra, mindenhol csak a mellkasnyomás mondja. Rosszabbak lesznek az arányok. Egyébként egy laikus újraélesztésről beszélek. Tehát amikor teljesen persze, felkészületlen az ember erre az egészre, és ott egy amerikai tanulmány 10,4%-a ment haza a betegeknek a teljesen agyi károsodás nélkül, amikor kivették belőle a lélegeztetést, 34,4%-ra nőtt, meg háromszorozódott. Ez olyan szignifikáns, ami önmagáért beszél. Jelentsen a szó bármit is. Jó, abszolút, jó. Hát akkor tehát nem fújunk korba, hanem melkas nyomjára. Adél, Rolling in the Deep című dalára. Jó. Mi kell hozzá, és ugye az a lényege, mi se tudunk eljutni mindenhova. Az éteren keresztül, ahova lehet eljutni, az a célunk, hogy másfél év alatt megtanítsuk Magyarországot újraéleszteni. Azért olyan gyerekcipőben járunk, hogy 1000 emberből 17 tud újraéleszteni. Az még megdöbbentő szám. Tehát versus Németország 993. Tényleg? Hát így van, 993. Ezen az arányon szerint szeretnénk javítani. Ez nyilván fontos, persze, hogy az ember mit lát, én voltam a sorélet helyzetben, 8 bámul, egy próbál fotózni, az illető meg ott fekszik, és senki nem mer letérdelni. Tehát, hogy azért ez ugyanakkor tényleg megdöbbentő, és soha nem tudhatod, hogy mikor leszel ilyen helyzetben. Tehát, hogy ezzel érdemes foglalkozni. Jó, hát ez érdekes, amit mondtok, mert mindenki máshogy mondja, de akkor hagyjuk az orrot. Jó. Bízzuk a profikra, mi csak Adél, és nyomunk. Hát, és de várjál, mi van, hogyha nem ismerem Adél? Tehát, hogy például Deusza Gyurának a Mindenem a Farmerem című az száma nem gyorsabb jó. A 105. Ja. De ugyanolyan. Na, vagy a Bee Gees Staying Alive, az is jó, mert nekünk így mondták, és ezt Rena is. Van egy Staying Alive, az is jó. Az megvan. Ezt még erre tanultuk, jó? Tökéletes. Ugye? Tökéletes. Jó. 10:30 kicsim. Ott vagyok a kamionnál. Már láttam, hogy sápadsz. Jani nem bírja se a vér, se a véradát, se a tűt, de nagyon jó is, mert elmegy. Csekkolom magam, ott leszek. Egy rágot dobjál be előtte, jó? Én mentolos cukorkát szopogatok mindent már. Mindent ellenőrzök, hogy ne egy kínos legyen, nem tiszta az alsó, inkább nem lesz. Jó, az biztos, hogy 1000-est úgyis kiveszek a pénztárcádból addig, tehát azt nem... Nincs, de csak 7-50. És elveszem az éves BKV bérletedet. Minden pénzem vízre költöttem. Jól van. Oké, és akkor jártok iskolákba? Kicsit több félmondati komolyra fordítva, tehát mentek strandokon akár. Olyat nem csináltok, hogy elmentek egy nyilvános strandra, és bemondjátok, hogy egy órától szülőknek, óvónőknek, vagy aki akar, laikusoknak itt 10 perc oktatás. Bárhova elmegyünk, ez egy jó dolog lenne. Hívnak. Most voltunk Várpalotán egy általános iskolában, egy katolikus általános iskolában, ahol 183 gyereket és 21 tanárt, felső tagozatos gyereket és 21 tanárt oktattunk le egy tornaterembe, labdákkal. Félelmetes jó élmény volt. És hát fesztiválokra megyünk. Hát ott kell. Leszünk, a mikrofont húzd magad. Tehát ilyen fesztiválokon abszolút megtalálhatóak leszünk. És tök jó a munkamegosztás kettőtök között, mert Peti felfúj 10 labdát, elájul, Zalán pedig újra élet. Így van, tehát valahogy így csináljuk. Figyeljetek, egy fontos kérdés, hogy gyerekeknél. Ugyanez, mert ugye a csecsemőknél megint máshogy nyomsz egy ujjal, nyomsz, ezt megnéztem, mikor a Benni megszületett, amikor 4-5-6 éves forma gyerekeknél, úgyhogy ez ember ne okozzon nagy kárt, hogy nagyon izgul, nagyon ránehezedik, hasonló a helyzet, mert én például attól rettegek, ha cseresznyét eszik, ha epret teszik, nekem ez a parám, tehát van akinek a víz, van akinek az autó, a bringázás, nekem az, hogy a gyerek egyszer félrenyel. Hogy ott is hasonló? Tehát vagy ott finomabb nyomás, vagy ugyanez a nyomás? Vagy félrenyelésféle, a Heimlich-féle műfogás. A Heimlich-féle műfogás, azt én tudom, hát az hátra mögé mész, egycsont megnyomod, persze a Heimlich-féle műfogás, az megvan, de hogyha mondjuk újraéleszteni kell gyereknél, ugyanígy? Én azért nem szeretnénk ezt belekerülni, ugyanígy kell nyomni. Nyilvánvaló nem két kézzel teszed rá, kicsit óvatosabban nyomod. De hasonló. De az emberekben ezt higgyétek el, hogy kérdőjelet fog tenni, hogy merje csinálni, vagy nem. Ráteszitek, nyomjátok, és jó. Maradjon ez a bennünk az, hogy nyomni kell, amíg a mentő kiérkezik. Ez a lényeg, ez az alapja az egésznek, hogy legyen agyi keringése a betegnek. Jó.
Mit akartál mondani? Egy hogy a Henry-féle műfogást. Igen. Egy történetet figyeljetek, elmesélnék, hogy mégis amilyen nagyon tanulságos. Még a... kitöltjük a műsoridot. Már vége van. Igen, de mondjad még, ezt meghallgatjuk. Volt egy 8 éves kislány, aki kihívta a mentőt az anyukája, az 32 éves volt az anyukája, hogy nagyon rosszul van. A kislány hívta a mentőt? A kislány hívta a mentőt. Kimentünk, ajtó résen nyitva, folyosó végén feküdt az anyukája, ült a csípőlapátján, és nyomta a mellkasát. Egy infarktus kapott az anyukája, meghalt. Ott újraélesztettük, egy olyan 5-6 perc alatt visszajött az édesanyának a keringése, és utána megkérdeztük a kislányt, hogy hol látta, azt mondta, hogy a Baywatch-ba. Tehát mi felnőttek ott ülünk, egy zsebretett kézzel meg állunk és pánikolunk, egy 8 éves kislány képes erre. Semmi más nem történt, mint nyomta a mellkasát. Hát igen, egy 8 éves kislányban még nincs meg az a gát, hogy jaj, elronthatom, csak őszintén cselekszik. Az ember mitől fél, ugye automatikusan tudat alatt, hogy nem akarok ártani, nehogy én is bajba kerüljek, tehát kicsit önmagát védi a helyzettel, azzal, hogy elfordítja a fejét, vagy nem segít. Mit csinálsz? Magadat véded, hogy ne, inkább én ebben nem avatkozom bele. A gyerekben ez a fajta egóból jövő cselekmés még nincs meg, ösztönösen segít, nem félti önmagát. Ez érdekes. Meg egyébként arra gondoljatok, igen, hogy annál rosszabb, hogy valaki meghal, nem történhet velünk. Hát, tehát igen, maximum, igen, ha nyomod és elpattanik egy borda, nem gond, majd összefor. Egy bordával, vagy egy összefort bordával lehet élni, de aludtam nem. Igen, oké, srácok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ma mentek még? Ballagáson pihenőidő van, amit szeretnénk kérni, hogy nyugodtan lépjetek rá, te vagy a hős.hu, ott megtaláltok mindent, osszátok meg Facebook oldal, menjen, hogy Magyarország megtanuljon újra éleszteni. Fontos, jó, oké, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy köszönjük. Itt voltatok, jó. Köszönjük. Köszi szépen. Hétvégét nektek, csáó, köszi. Na, mikor mész a kamióhoz, Jani? Ma előtte mindenképpen el kell mennem a toalettre is, mert azt is gyerekek, ez 4 órája görcsöl ezen a vérvételen, nagy volt a kiválasztásom. Menjünk fel. Figyelj, én láttam, amikor itt egy akupunktúrás nő egyébként bejött, 2 tűt belenyomott a fejbe, Jani így velem szemben ráborult a pultra. Egy nagy mulatság lesz, 4:11-kor a kamióma, aki látni akarja, adjon vért és nézze meg, Jani, ráírtam. Mert mintha meg lennék átkozva egyébként, tényleg. Igen, labdák maradjanak, mert én még 10-kor gyakorolnék egyet. Jó, köszi srácok, tegyétek le, mert nekem... Fölhívatlak utána benneteket, hogy sikerült? Jó, oké. 4:11-kor én már túl leszek az elsőm. Gyertek. Oké, menjenek el, itt vagyok én neked kicsi. Engedjük el őket. Én már profi vagyok. Hát, nem tudom. Figyelj, sápad. Nem, az a baj, hogy tényleg viszonylag sok vizet. Hogyha nem, ha nem sikerül most se, akkor többet nem adok. Mi az, hogy nem sikerül? Mi vagy te, egy sebezhetetlen, akiről filmet csinálnak, a megszúrnak vérzel? Nincs, hogy nem sikerül. Ez egy pszichés dolog, hogy ne állj magától a vértől. Fog sikerülni. Tehát megszúrnak, vénán szúrnak, vérezni fogsz. De annyi vért senki nem látott, mint amit én láttam a horrorfilmekben. Érted? Nem igaz, hogy ez a dolog így most ebben a formában nem működik. Egyébként döbbenet. Döbbenet, hogy te, aki tényleg fröcsöksz hétvégén a nachosban és érte a vérben péntek este 8-tól reggel hajnal 2-ig, te most 4 órája készülsz agyban fizikailag, sápat vagy tényleg konkrétan, hogy ki kell menned 4:11-kor leszulatni. Kedvenc lemezem a Raining Blood a Slayer-től, és a kedvenc koktélom pedig a Bloody Mary, és még így. Ez lesz az újraélesztő zenéd egyébként. Erre tudsz pumpálni? Figyelj! Nyomjad! Bocsani, mire szóltok? Figyelj, a metálosok így élesztenek újra. Így fogok felállni, de rögtön derékszögben leszek abban a pillanatban. Köszönöm szépen. Jogját. De jó kis zene ez. Na jól van. Ilyet sem hallottam még tőle. Egyébként én is megvettem. Egyébként, hogyha ezt most letolnánk, akkor lehet, hogy nem kéne egy szabadság. Megy te ezt, amelyeket hallottál, az összeset hallottam. Engem ez ne éleszen újra. Ebben a világban én nem akarok visszajönni. Gondolj erre. 3:40 lesz. 6 perc van, gyertek vért adni, jó, tényleg nagy segítség. Aki erre jön, beugrik, nem kell sokat várni, 20 perc alatt megvagytok. Tényleg lehet, hogy pont ez a fél liter vér számít, életet lehet vele menteni. A szó legszorosabb értelmében, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, kicsi ajándék, sok-sok hála, és a Vörös Kereszt is nagyon örül. Jó, 3:40 lesz, 5 perc múlva jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataival. Show. A Klassz FM-en. 3:40 múlt, 1 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Morning Show a Klasszon, és Koppáncsnál most állt ki a trafi a benzinkúthoz. Úgyhogy Hódmezővásárhely felé tartókat Méri Kornél küldte ezt nekünk. Na. Bali, léci, tudasd, hogy mi lett Janival a véradás után. Üdv Zoli, elmondom előre is, elájult. Teszünk fel, igen, a Facebookra egy előtte utána képen. Így van. Ahogy húzunk le a kamionból, és a fejed kopog a lépcsőn. Semmi, gyerekek, elvágod. 100 BPM-mel. Igen. Itt van a kamion 11:30-ig, úgyhogy jöjjön mindenki, várakozás zéro. Itt vannak, sokan jöttek, de nem kell várakozni, a Vörös Kereszt nagyon flott, nagyon ügyesek, többen vesznek vért, úgyhogy ide jössz, húzol egy számot, várakozás idő 1 perc, sorszám
egyel több, mint ami, vagy egyel kevesebb, mint ami a kezedben van, úgyhogy gyorsan lehet haladni, jöjjön mindenki vért adni. Sok embernek tudunk ezzel segíteni. Jó, 11:30-ig lehet jönni. Na, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó kora reggel. Ugye egyrészt beszélgettünk arról, hogy Feri elmondta, hogy a bringásokat is mérik. És aztán kicsit ebbe belementünk, jó, nem jó, mit mérnek. Nem nagyon tudtuk, hogy mit mérnek, mert hogy ha vagy fotóztak, kell egy ilyen... Figyelj, tudom, vagy lefotóztak, fotó. Vagy utána jönnek, hogy nem szálltál le a zebránál, vagy megnézték, hogy gyorsan mész-e. Érdekes kérdések merültek föl, nyilván félig meddig humorizálva, ugye. Többek között az is, hogyha nincs a bringán kilométer óra, akkor honnan tudom, hogy mennyivel megyek, és így hogy büntetnek, illetve a bringások nem ismerik a kreszt, az ugye hát nyilván nem mentesít a szabályok alól, a törvénynek a nem ismerése, de hogy ez mégis hogy van, illetve hogy miért mérik egyáltalán a bringásokat, mert hogy Feri belefutott egy bringás. Hát jó, de már mondjuk már Ferit Szentendrénél már jelezték, hogy érted. Igen, de nagy tömegütés, ez lassú mozgása volt. Igen. Erről beszélgettünk, valamint ugye hát kiderült, hogy a braziloknak most van egy teknőse, aki megjósolta a brazil-horvát meccset. És arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne a magyar jósok közül is felhívni valakit, hogy mondja meg, hogy mi lesz a VB kimenetele. És hívtuk Louis Padrét, kiderült, hogy ő nem elérhető. Aztán megpróbáltunk egy napi bulvárlapból valakit megtalálni. Csak valakit sikerült? Hát sikerült is, eljutottunk Érett Nagyi szeretőt keres bátra hívj telefonszámhoz. És gondoltuk, hogy hát akkor azért egy kis kanyar erejét. Egy szélesebb körből merítettük, ugyanazon az oldalon volt, mint a jósok. Nézzünk be MSZ-hez, ha már Érett Nagyi szeretőt keres. Felhívtuk, és hát vidáman elbeszélgettünk vele. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. A Margit híd alatt a budai oldalon, ha kerékpározol, akkor át kell menni egy alagúton. Oda ki van téve a kerékpárosoknak egy sebességkorlátozó tábla. Tegnap kiállt a rendőrség, és trafipaxozta a bicikliseket. Nem mondod. Nem hiszed el, így volt. Több haverom is ne belefutott. Csinál. Megállás. De ez mindennek az alja már. Több elmentél, azt mondták, most még csak figyelmeztetnek, de a következő időszakban, ha oda kiállnak, és ott te több elmész, mint a megengedett sebesség, akkor büntetés is lesz belőle. Mert ki van téve egy nem tudom hány kilométer per órás tábla oda a bicikliseknek, ami egyébként betarthatatlan, mert gyalogmész annyival körülbelül, és ott álltak kis készülékkel, ráfókuszálva az ne, arra jövő esküszöm, de annyira, arra jövő bringásokra. Megvágnak ugyanúgy egy tízesre, hát most az büntető ponttal? Igen, az volt, hogy tegnap még csak figyelmeztettek, de szerintem mától beszedik az 5000-re. És ha nincs jogsim, hova kapom a büntető pontot? Hát ez az. Vagy kapok egyáltalán büntető pontot? Nem tudom, hogy levonják-e. És a bringával elkövetett tényleg az a büntető pont? Hát nem tudnak, ha nincs jogsír, akkor nem tudnak büntető pontot adni. Hát akkor hova teszik a személyét, be két fekete pontot? Igen. Szerintem azért nem jár egyszerűen csak pénzbírságban. Vagy ha van jogsír, akkor lehet, hogy bevágják. Ezt a hülyeséget. Én letrafiznak bringával, mert én nem futok bele a kollégába, aki egyébként két utcával lejjebb vár. Egy nagyon szép kis dagadásra váró, nem tudom, csekkecskével, hogy én azt befizessem, és lecsűrök jobbra, akkor mi van? Soha nem találnak meg. Nem? Önbevallást kell akkor tenned. Hogy az évigi adó bevallásban le kell vonatnom magamról? Igen, és volt egy 5000-es vagy 10-es, és azt sem tudom, mennyi a büntetés, hogy mennyire lehet egy gyorshajtókerékpáros büntetni. Én nem tudom, persze, nyilván, én nem azt mondom, hogy a bringások ne tartsák be a sebességet, meg nem azt mondom, hogy rájuk ez nem vonatkozik, meg hogy zebra van, és akkor ott ne lassuljanak, de azt, hogy a bringásokat már trafizzák, az már az olyan szintű egrecíroztatás, komolyan mondom, hogy erre aztán már tényleg semmi szükség nincs. Kötelező felszerelés a kilométer óra? Nem. Akkor? Tehát, hogy honnan tud, hogy te mennyivel mész? Honnan a büdös életből tudom, hogy mennyivel megy? Ez mondjuk igaz. De most tényleg, ti vagytok a bringások, kötelező vagy nem? Nem kötelező, de azért az esetek nagy százalékában azért már minden biciklép van. Főleg ezeken, akik így no, de az most az, hogy van vagy nincs, ez opcionális. Tóth is sem. Magyar Kerékpáros Szakági Szövetség szeretne megszólalni, adjunk neki lehetőséget. István, hello, jó reggel! Jó reggelt kívánok! Mi a helyzet? Mérnek? Nem mérnek? Vagy most mi történik? Pontosan mérhetnek? Hát elméletileg nem mérhetnek, mivel hogy a kerékpáros nem kötelező tartozik a kilométer óra, és egy teljesen amatőr kerékpáros nem tudja megalapítani, hogy mennyivel halad. Hát igen, erről beszélgettünk mi is. Akkor azt nézik, hogy leszálltam-e az ebrán, azt fotózzák? Vagy akkor mit fotóznak? Az elképzelhető, mert az természetesen szabálytalan, hogy te kerékpárral mész át az ebrán. Úgyhogy azt én valamilyen szinten még üdvözlöm is azt az ötletet, hogy ott azért valamilyen szinten fel kell lépni a kerékpáros ellen. De akkor mit mérnek a rendőrök a kerékpárosnál? Hát ezt én is megkérdeztem, hogyha nem kötelező a kilométer óra, akkor honnan tudom, hogy mennyivel megyek, vagyis akkor a rendőr mit mér? Hát elméletileg teljesen szabálytalan. Szabálytalan?
Szerintem szabálytalan, mert nem mérheti. Mivel hogy te nem tudod azt, hogy mennyivel közlekedsz, elméletileg előírnak egy bizonyos sebességhatárt, azt hiszem 25 km kerékpárúton, és úgy tudom, hogy az új jogszabály szerint pedig kint közlekedhetsz kemény helyi bukóban az országúton, hogyha te azt a sebességet meg tudod haladni. Aha, tehát valahol lehet. Akkor nem kötelező a kerékpárutat használni. Igen, kivéve az autópálya, tehát hiába tudom haladni a 136-ot, nem biztos, hogy szerencsés. Főleg forgalommal szemben. Na, most van egy újjós Big Head a teknős, és úgy néz ki, hogy ő is sztár lesz, mert hogy vele is megjósoltatják a világbajnokság meccseit, és megjósoltatták a nyitó meccset, és ő a brazil teknős, a brazil zászlót választotta. Magyarországon mivel kéne jósoltatni? Birkával? Hát annyi... Szürke marhával, vagy pulival. Nem a puli túl okos. Itt van egy napilap. Keressek egy jós? Igen. Azt mondja, hogy... Fényképes legyen. Fényképes legyen? Igen. Fényképes legyen. Én csak a fényképes hirdetéseket szoktam nézni. Jó. Van egy fénykép. 0-96-03-7, az nem jó, mert ez érett nagy szeretőt keres. Hát, de hát próbáljuk. Hát meg. Azzal az élettapasztalattal szerintem. Igen. Én azért rácsörgök. Azért ő már látott hát, pár foci VB-t. Mielőtt rácsörgünk egy jósa érett nagyi? Aha. Most egyébként hívjuk föl érett nagyit. De ez egy üzenetrögzítő, gyerekek. Én nem biztos. Gondolom, hogy 8:30 lenne egy érett nagyi a másik oldalon. De várjál, hogyha egy teknős béka meg tudja jósolni, hogy ki fogja a nyitó meccset nyerni, akár egy érett nagyi, aki jóval intelligensebb és komoly élettapasztalata rendelkezik, miért ne tudnám el megmondani? Megkérdezhetjük. Biztos, hogy ott egy automata nem tud téged ott a vonalban így van. Tartani. Tessék, 0-6-90, mit mondjunk neki? Hát, hogy kezi csókolom. Kezi csókolom, kinyeri a... Hogy szolgál a kedved, kedves egészséggel. Be először is. De akkor nem mondjuk meg, hogy kik vagyunk, hát akkor kérdezzük meg az érett nagyit. Hála, tessék, Olga vagyok. Figyelj, tessék. Kicsőn, hallani? Aha. Szerbusz. Automata. Balázs vagy... Milyen automata? Bocsánat, igen, én... Az nem, Balázs vagyok. Szia, át neked, Emese, érett nagyi? Igen. Mennyire érett? Hát édesem, mi neked az érett? Éregetsz már, igen. Igen. Jó, jól vagy? Jó, unokák? Melyik? Nem az. Igen? De melyik? Hello! Igen! Hello! Szia, jó reggel! Itt kiszúrtad, hello! Mi is jó hárman, reggel. Te is egyedül. Igen, mi is hárman, te is egyedül. Figyelj, drága, mi Jóst kerestünk, csak rád akadtunk. Igen, mi Jóst, egy Jóst kerestünk, igen. Aki megmondja nek... Erotika vonal. Az igaz, az a hír, hogy ti úgy tudtok erotika vonal csinálni egyébként, hogy közben már a krumpli leveshez pucolod az alapanyagot. Aha. Te most hol vagy? Otthon értünk-e? Tehát ilyenkor ezt te otthon csinálod? Otthon vagy. Aha, egyedül? És mi van rajtad? Nem ezért hívtuk. Hát most vágy el. Ja. Hát ne. De direkt pöttyös, vagy reggel még nem volt pöttyös? És paradicsomlevest főztél, és kicsit kifutott. És főzöl éppen? Mi lesz a hétvégi menü? Na, mit főz egy érett nagyi? Csirkecom, de jó, drága vagy. Nincs ugyanezen a vonalon, nem ül ott melletted valaki? Vagy nem tudsz átirányítani minket Valihoz, a fénylátóhoz, vagy Jennyhez? Mert egy Jóst keresünk egyébként, csak rád akadtunk, de hogy mi nekünk egy... Hát én tudod? Hát azért hívtam egy érett nagyit, mert annyi... Igen. Akkor nincs... Na, hát ma egy 10 milliószoros nap van, úgyhogy az nagyon jól tetted egyébként. De jó. És mit is te érett nagy gyerek? Egy buddhista érett nagy. Hát milyen, micsoda megvilágosodás ez, gyerekek? Igen, hát ilyen, hát képet még nem lát. Hát, ki lehet itt most a korelnök? A rádióban. Hat nappal én. Feri bácsi. Itt most a Feri, igen. Figyelj, érett nagyi, ki nyeri a foci VB-t szerinted? Hát akkor mondd meg nekünk most már, ha nem jutottunk el Icához a fényevőhöz. Akkor... Na, Brazília. Nem. Én nem tudom, én tök szerintem vagy a spanyolok, vagy a brazilok. A spanyolok is jó, igen. Figyelj, ez most neked ketyeg legalább, vagy valami céget teszek gazdaggá? Aha. A Nagyi. Na jól van. Jól van, Nagyi. Puszilunk akkor téged. Hát mi örülünk. Vigyázz magadra. Hasznos munkát. Jó? 10 után még a Jani hív, az egy kicsit durvább lesz.
Akkor megszámolja, megszámolja. Jó. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 4 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello. Éred, Nagyi? Hát ez valami. Figyelj, nem így indultunk, hát ez... egy jóst akartunk, csak kinyitottam egy napi bulvársajtót, és kiderült, hogy tele van Éred Nagyikkal. Meg, nem volt Ica a fényevő, meg Józsi az auralátó. Viszont... tehát volt Éred Nagyi, meg volt Buja, meg mit tudom én, meg Csepelen vár Andi és barátnője. De jó fej volt. Abszolút. Nagyon jó arc volt. Most rácsörögtem egyébként, a Best of falat foglalt volt, sem, és biztos már panírozott. Csak mondom én, hogy 46 éves Husika a harmadik kerületben vár. Jó. Husika. Itt van a kezem az újság. Most már tépje a sorszámot. Újpesti telt karcsú is, téged. Itt van, újpesti telt karcsú. És van Jenny a 9. kerületben. Jó, na mindegy, jól van. De aztán fölhívtuk még Imolát. Úgyhogy... A tisztánlátót. Imolát a tisztánlátót. És meg megjósolt a brazil horvátot, ugye? Ami igen. Tegnap este volt. Igen. És megjósolt, hogy szerint a brazilok nyernek, ügyes volt. És szintén felismerte Balázs hangját. Nem tudom, hogy egyébként. Csabi, senki nem ismeri a hangodat. Nem, hát nem, nekem nem, nincs olyan orgánom, mint neked, vagy a Ferinek, tehát nem vagyok egy ilyen klasszikus rádiós hang. Hát viszont rendszeres kulcsa hajnálunk. Viszont az összes 90-es ismer. Balázskám, a múltkor itt szeretném. Az milyen lett volna? Már megint te Balázs, hát nem megmondtam, hogy feleséged van. Balázs, mit ez akarsz még? Már itt hagytad egy kisebb középkategóriájú autó árát, hát nem érted meg? Még na. A múltkori óta is sajog. Igen. Hívjuk Attilát, jó? Szabira megyünk, örülsz Csabi, végre egyszer mi megyünk, és nem te. Ne, várj, nem biztos, hogy azt jönne meg. Azt nem biztos, meg a választ, légy szíves. Nem, ne firtasd. Nem tudni. Ne firtasd, amit úgyis tudsz. Nem akarom. Monóban vagytok ti is? Nem. Mi ketten vagyunk, itt sztereó. Nagyival. Csak... Téves. Az. Hát hello, Morning Show, ciao. Pedig még be is mondtad, hogy Attilát hívod. Hello. Morning Show. Miért? Hát most már később. Miért nem mondtad? Nem, privátszom hívni, akkor általában így veszem, hogy téves. Aha. Ja, azt hittem tudod, hogy mi vagyunk, és humorizálsz. Attilát keresünk, jó helyen vagyunk? Igen, én vagyok az. Hello Attila, írtál nekünk egy SMS-t, ugye leadtunk egy Scorpions dalt, nagy sokak örömére, és azt írtad, egy ablakgyártó cégnél dolgozom, és ez a Scorpion szám rólam szól, Windows Change. Igen. És ezzel te lettél a nap hallgatója, csak nem jár ajándékcsomag, nem mondtad, hogy Morning Show. Hát, sajnálom. Mi is? Igen. Voltál már naphallgatója? Nem, még soha. Nem. Most az vagy, csak ajándékcsomag nélkül. Van egy csomó külön ajándékunk, egyébként igen. Ezeket megkapod, de a klasszik Morning Show-s ajándékcsomag az nem jár. Hát tudjuk, köszönöm szépen azokat is. Nagyon szívesen, sajnáljuk. Ati, köszi, hogy minket hallgatsz. Helyileg merre vagy? Pákozdon. Igen. Miért többültem ennek ennyire? Nem, de szereted a Pákozdon. Pedig még Feri hazafelé be is tudta volna dobni. Igen. Tényleg. Igen. Konkrétan. Gyermeket hallunk? Nem, ez a kolléganőmet. Ja? Gyerekunkat, ezt bejelentjük. Igen, csak nagyon meg tudja valaki. Igen. Minden lehetőséget meg kell ragadni. Attila, jó hétvégét, köszönjük, hogy minket hallgatsz. Köszönöm nektek is. Ciao, hello. Csabi Kám, remek zenéi lesznek? Hozom az új Zanzibárt, nagyon sokan elkezdték már őket temetni, ugye sorra hagyták el őket a gitárosok, de talpra álltak, itt vannak, és ráadásul pont az az új dal, hogy címe, hogy Újra. Kik ők? A Zanzibár. Ja, Zanzibár. Ők még vannak? Már vannak. Ja, hogy újra vannak. Megint. Nem, még mindig vannak. Hát de mit csináltak az elmúlt 5 évben? Hát gyakoroltam. Ja? Igen, keresték a gitárost, de megvan. Nagyon kedvelem a Ritát, nagyon jó arc, nagyon jó fejcsaj egyébként. Jó, véradás 12:30-ig, gyertek nyugodtan csurdogáljatok, jó? Aki szeretné Janit látni, elájulni, az 4:11-kor álljon a kamion előtt. Mindenképpen gyertek, jó? Nézzétek meg, hogy vágódik el a horror rajongó, imádom, nagyon jó. És van egy receptünk is, mi a recept? Így, van, csirkeszárny van, olcsó alapanyag. Ebből van egy klasszikus, tegnap egyébként te többször is kimondtad ennek a gyors étteremnek a nevét, a három betűsnek. Ott adják, igen. Ez egy nagyon, és nagyon imádják az emberek. Na most az egy titkos recept, de most ez továbbra is titkos marad. Igen, mert hogy egy... Mert azért titkos, ez is az ilyen amerikai csoda része, de egy szintetök ugyanolyat sikerült előszereznem, és akkor ez lesz az, mi olcsó is, meg jó is. Gyerekek megeszik, mert rántott. Az jó, az egy jó, könnyen, gyorsan. Fönt van a Facebookon. Kis sali valami? Most kis sali is. Káposzta sali, ahol kell. Káposztásam. Jó, de profi.
csirkeszárny. Előbb-utóbb eljutunk a farhátig, aztán a rántott levesig. Abból is nagyon jókat lehet csinálni, ti dumáltok, ne legyen drága, legyen közismert. Az jó, én bírom. De én ezt hát én ebből a panírt tudnám elcsipegetni, úgyhogy hát meg a káposztasalátát. Nem, most én bírom, hogy egy ilyen egyszerűt csináltál. Ennyi. Jól van. Oké, jövő héten nem vagyunk, jó? Drága hallgatóink, elmegyünk egy kicsit pihenni. A talán Csabival együtt. Nem gondoljátok, hogy nem megérdemelten. Egy hétig viszont lesznek, méghozzá az elmúlt év, hát legjobb, vagy számunkra nagyon kedvelt pillanatai, a repüléstől kezdve sok-sok minden. Úgyhogy egy hétig best of, és utána június 23-án, hétfőn jövünk újra. Akkor leszünk. Így van. Mi vagyok Csabival, még randizunk most a hétvégén, vasárnap együtt futunk. Így van. Váltófutáson. Ja, azért nem jön a Csabi dolgozni hétfőtől? Persze, hogy vége lesz. Ráadásul együtt indulunk ki egyébként, mert ugye két Klassz FM-es csapat lesz, az egyik velem kezd, a másik pedig Csabival. Ellenfelek leszünk. De jó. Gyűrlek. Kíváncsiak, hogy mennyi az idő, ami elválaszt benneteket, hogy hány óra, amennyi évek. Hány órával előfutsz be, Jani? Csabi szerintem fiatalabb nálam neki, nekem kellene bámulnom az ő hátát. Egy hónappal mindenképpen. Igen. Na jó van, fussatok. Kimaradunk, nem? Hajrá! Csabi jön a kívánság műsorral 555-55-00, jövő héten mindenki vigyázzon magára, jövünk egy hét múlva. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Hétfőn reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebesi Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.